Sziasztok! Aj, megint nagyon melegem lett így a mammuszban. Hogy vagytok? Üdv itt ezen a szép kis szerda estén. Remélem, hogy nagyon-nagyon jól vagytok, de írjátok le, hogy Mizu, milyen napotok volt. Szia, S. Dávid! Mindenki streamel, most kit nézek? Figyelj, mindenki más kodozik, szóval egyértelmű szerintem, hogy mit kell nézned. Szia Rita, szia Zidro, szia Csiki, hello Kuci, hello mindenki! Nagyon köszi, hogy itt vagytok. Tudom, hogy ez egy nagyon izgalmas nap, ugyanis jött a kód akármi csoda. Death Archon 91. Köszönöm szépen a követést, és nem. Mi történt az alertjeimmel? Mi a baj? Mi történt? Na, Nacsi 87, köszönöm szépen a feliratkozást! Jaj, most már ez a második hónapod! Fantasztikus vagy! Köszönöm, hogy még mindig itt vagy és támogatsz! Valahol az alert feedem az tönkrement. Mert hogy egyáltalán nem azt láttam, csak a chatből láttam. Várjátok, tudok valami olyat, hogy frissítek, vagy valami? Hiha. Hát nem tudom. Hát majd igyekszem figyelni rátok. Haha, korona miatt nem lesz normális kampány a sulinkban, pedig mi kampányolunk idén. Jaj, nagyon-nagyon sajnálom. Szia, Nusi. Jaj, Ritának pedig nagyon szuper napja volt. Let's start you well. Yeah, Rita ma délelőtt Sims 4-et streamelt, amit, vagy délután, vagy nem tudom, amit csak így kicsit így félszemmel lestem, mert hogy nem szabadott éppen streamet néznem, de csak így egy félszemmel lestem, és pont meg lett a donation gólja arra vonatkozóan, hogy meg tudja venni a Stardew Valley-t, úgyhogy együtt is fogunk játszani. Nem most, de majd. Ő azt hiszem, éppen láttam, ahogy letöltötte a játékot, és ennyi. Ma csak én fogok itt egyedül Stardew Valley-zni fogok, mert igazából ugye, hát mert több mint két hónapja beszéljük Viktorral folyamatosan, hogy fogunk együtt Stardew Valley-zni, amint kap kölcsön egy switchet, és Dave meg is ígérte neki, hogy kölcsön adja neki a switchét, amint visszakapja valakitől, és hát itt áll a dolog több mint két hónapja. Ez azt jelenti, hogy nem streameltünk közösen Viktorral a Stardew Valley-t, mert ugye én switches vagyok, és switches streamelek, és Viktor is játszott nagyon sokat switchen egyébként Stardew Valley-t. Lényeg a lényeg, tegnap megkapom Twitch-ra az értesítést, hogy Pingvin harcos élőben van, playing Stardew Valley, én megint anyád. Szóval úgy éreztem kicsit, hogy mint hogyha Viktor megcsalt volna egy picikét. Ezt nem mondjátok el neki, hála az égnek úgyse hallja, mert éppen streamel, ő is valami kód varázsol, valami piu-piu, ratatatata dolgokat, de úgy gondoltam, hogy ez feljogosított engem is arra, hogy én is egyedül neki kezdjek a saját Stardew Valley kalandomnak, ugye ő PC-n játszik, én pedig Switch-en, elmondjuk neki. Hát mondjátok el nyugodtan, megkérdeztem tőle, jó? Megkérdeztem, hogy nagyon másolás-e, hogy rosszul érintené-e, hogyha most én is Stardew Valley-zni kezdenék. És azt mondta, hogy nem, egyáltalán nem jó szórakozást, úgyhogy ezt egy jóváhagyásnak vettem egyébként. Szóval meglátom, hogy tegnap azt streamel, és már előtte is már napok óta gondolkodtam, hogy annyira nagyon szeretnék vele játszani, most még a végletekig kell várnom, hogy egyszerűen jöjjön, és streameljük együtt, és sőt, basszus, az öcsém nem tudom, hol tart a játékban. Lehet, hogy csinálhatnék az öcsémmel közösen egy helyet. Szerintetek hívjuk fel az öcsémet? Miért akartál rá várni? Nem értem. Hát, hogy együtt játszunk, azért nyilván. De most az jutott eszembe, hogy fel fogjuk hívni a testvéremet. Hogy áll a Stardew Valley-ben? Ugyanis nekem az volt a kitételem, hogy vele is, illetve Ritával is. Szia! Éppen streamelek, lehet, hogy behallatszódsz a streambe. Mennyit játszottál már a Stardew Valley-vel? Most vagyok körülbelül az első
őszömnek a közepén. Az első ősződnek a közepén, Az tehát mit még nem jelent? ment végig. 20 óra, 40? Hú, nem fejből. Oké, szóval nem ment még végig az első év. Nem, még nem. Jó, és mit csinálsz most? Éppen sétálok haza a munkából. Felvásárolom a gyógyszertárból az összes fájdalomcsillapítót, meg a kisboltból az összes WC-papírt. Várjál, nem tudom, hogy hallanak-e téged. Kihangosítsalak? Már meg is ismételheted. Mindegy. Szóval, hogy éppen mész hazafelé, és mi otthon a programod? Igazából jelenleg nincs programom. Hát, hogy mert, hogy akkor, akkor csinálunk egy közös mepet? Hát végül is csinálhatunk. Mikor hát, érsz... Nincs ellenemre. Mikor érsz haza? Szerintem egy fél órán belül körülbelül. Mit csinálunk fél órán keresztül? Jó, tudod mit? Akkor... Te meg vásárolod fel az összes készfertőtlenítőt. Van készfertőtlenítőm, köszönöm szépen. Egyszerűen csak ráköpök a kezemre, is kész. Na jó, akkor az a feladatod, hogy ma, ha hazamentél, akkor játsszál. Érd el. Érd el az első év végét, és igen, és pénteken 2-től, ha streamelek, akkor jöhetsz játszani. 2-től? Igen. Nem érdekel, hogy dolgozzol, karantén van. Karantén van. De karantén az nincsen. Dolgozni kell. Semmit. Minden bezár, ahol szórakozni lehetne, csak a gyár meg a munkahely nem. Jó. Jó, értem. Értem. Azt hittem, milyen jó lesz, ha most feljössz és játszol, és aztán így valahogy így szép lassan összeomlott ez a dolog. Így a szemeim előtt. Van életed? Fúj! Fúj! Hát jó, akkor köszönj el szépen a chattől. Sziasztok, chat! És meg tőlem is. Úgyhogy akkor csak játsszál. Csak a saját szórakoztatásodra játsszál, jó? Ne, azért megparancsoltam. Egyáltalán nem azért, mert én megparancsoltam. Jó, akkor majd hétvégén vagy valamikor, ha ráérek, akkor majd toljuk. Jó, rendben. Szia. Na, jó játékot. Szia. Milyen szép lett volna, hogyha most éppen otthon van és becsatlakozik, de nem. Szégyelj magát, mi az az élet. Ugye? Én is pontosan ezt gondolom. Sziasztok, új emberek, akik éppen ide tévedtetek. Nem sikerült Stardew Valley partnert szereznünk magunknak. Ez csak egy ilyen kis felindulás volt. Hát, ha milyen jó lenne, és aztán... És Rita még csak most fogja elindítani először a játékot. De megbeszéljük Ritával, hogy vele és az öcsémmel közösen fogunk indítani egy helyet. És mindenki más ki van tiltva, aki valaha megígérte esetleg, hogy együtt fogunk játszani, és együtt fogunk streamelni. Csak mondom. Viktor, valaki írta, hogy azt mondja, csak azért játszott tegnap, mert rossz napja volt. Tudom, nekem nem volt olyan kifejezetten rossz napom, de mert nagyon régóta így vágyom egy kis cuki valamire. És úgy tűnik, hogy... Ez most eljött ez az időpont. Nagyon kényelmetlen továbbra is ez a szék, az a helyzet. És nagyon kék vagyok ezen a képen, de nem baj. Le is ittam magam. És esküszöm, még nem ittam semmit. Nem azért vagyok ennyire szana széje fejben. Rita, itt vagy? És Rita, játszol? Oké, utólag meg lehet-e hívni embereket egy farmra? Gondjaid vannak az ivással, igen. Mikorra legyen meg az egy év? Péntekre? Péntekre, jó? Pénteken 2-től streamelünk, jó lenne, hogyha addigra meglennél az egy évvel. Szerintem nem tudsz meglenni az egy évvel addigra, de péntek reggel újra tárgyaljuk a dolgot, jó? Hogy esetleg megnézzük, hogy most mit alkotok, megnézzük, hogy te addigra mit alkotsz, és akkor kitárgyaljuk, hogy van-e értelme indítanunk egy újat. A Donation Goal a székre gyűjt. Mi az, hogy a székre gyűjt?
székre gyűjt. Mert rossz a székem? Nem a székre gyűjtünk. Jaj, nem látszik, nem látszik, annyira világos. Még mindig új webcamre gyűjtünk. Mert hogy sokkal szebb lehetek egy új webcam által. Egyébként is, ma is kisminkeltem magam, és megfésülködtem csak és kizárólag miattatok. Csak mondom. Meg mert jól esett. Jaj, Csiki, egyből rá kérdezett a karantén dolgokra. Nem kell hozzá külön házat építeni? Ja, hogy meg lehet később hívni embereket. Aha. És utána fogunk... Perfect for a group. Nem. Nem tudom, valamiért annyira óriásira bennem, ahogy úristen, de nagyon akarok valakivel játszani! De most egyedül fogunk játszani, és aztán nem ilyen felindulás lesz, hanem pénteken mindenkivel megbeszélem, hogy pénteken ki az, aki csatlakozik, és ki az, aki nem jó, de most egyedül el fogok indítani egyet. Nem tudom, hogy miért ennyire valami ez a jaj, valaki, csak legyen valaki. Nem tudom mi folyik itt éppen. Játsz velem, Viki. Na. Farm name. Nagyon sötét vagyok? Nem vagyok sötét? Így maradok. Mi a farmunknak a neve? Ránéztem a macskára, és mivel ő a királynője, ezért Winterfell. Mert tudjátok, Winterfell, vagyis itt esett el a tél! Favorite thing. Cats. Update-elt vajon a játékom? Igen, mert most már lehet különféle cicákat is venni, vagyis kérni. Mikor... hát játszottam ezzel a játékkal. Oké, fiú, meg tudjuk nézni, hogy mennyit játszottam ezzel a játékkal. Ó, itt van. 160 plusz órát játszottam ezzel a játékkal. És ezt pont akkor tettem, mielőtt a legújabb nagy frissítés kijött volna. Legalábbis, hogy PC-re akkor éppen kijött. De Switch-re még nem. Úgyhogy egy csomó új dolog van egyébként, amiről nem tudok semmit. És ha most random nézőkkel... Srácok. Oké. Csinálunk egy 4-es farmot. Ja, hogy nem lehet úgyse bármikor játszani, úgyhogy akkor nem csinálunk 4-es farmot. Aha, hogy nem lehet ilyen random. Oké. Favorite dologhoz beírni a traktort, majd elfelejteni és szembesülni ezzel később elég semmi. Hát igen, a kecet valószínűleg nem fogom elfelejteni. Nagyon össze-vissza csapongó vagyok. Elképesztően össze-vissza csapongó vagyok. Nem tudom, hogy most éppen mi történik. Szóval csak megpróbálok lenyugodni, és megpróbálom élvezni azt a nyugis játékot, ami miatt idejöttem, hogy kis nyugi legyen, meg kis cuki legyen. Macska farm. Cat farm. Nem, marad a Winterfell, Na nézzük, skin... Nincsen valami fun, nem akarok rózsaszín lenni. Pedig mindenféle szín van, ahogy látom. Tessék, az egyes skin leszünk. Hair! Milyen legyen a hair? Azt hiszem, hogy a 160 órás kis farmomban Sofia van a lánykámnak. Azt hiszem ez. Ki mennyiféle haj van már? De most milyen legyen a hajunk? Micsoda punk! Több mint 50 féle haj van már? Az durva!
Jaj, úristen, de rossz, hogy ez így. Aha. Az irányítás nem a legjobb switchen néhány ponton. Itt karaktereket jegyez meg, nem játékosokat, és aki belép, kiválaszt egy karaktert, nem? Nekem első játékra haverom beírt a főretnek, hogy bitches. Aha. Oké, mivel egyikünk sem elég pró, engedjük el ezt a közös játék dolgot, jó? Nagyon szerettük volna. Én szerettem volna a legjobban. Az elmúlt 20 percben semmi más nem csinálok, mint gondolkodok azon, hogy milyen jó lenne, hogyha ide teleportálna valaki, és játszana velem. De ez nem fog megtörténni, úgyhogy egy kicsit meg kell nyugodnunk. Mindannyiunknak meg kell nyugodnunk. És kiválasztani, hogy fú, de rossz az az irányítás ott. És mindig elrontom, mert mindig azt hiszem, hogy a joystickkel kell menni, de nem. Tehát a kérdés, hogy milyen hajunk legyen. Igen, azt hiszem ez egy ilyen... Ó, nem a randomra akartam nyomni, hanem meg akartam nézni. Oldalról, de most már mindegy. Akkor nézzük így oldalról, jó? És akkor így jobban látom, hogy milyenek ezek a high stílusok. Jól látom, hogy ez egy izé? Ez egy space ban. Bakker space ban lesz. Space ban. Ja, hogy lenne belőle még egy, és akkor magammal játszhatnék. Igen. Na nézzük a sört. Sört. Jaj! Nincsen cícás. Nincsen cícás a sört. Mennyi ruha van, basszus? Komolyan mondom, hogy nem volt ennyi ruha, amikor én játszottam. Vagyis, hogy amikor még a legelső izémat csináltam. Jézusom! Több mint 100. 110, 10... Ennek a színét ugye nem lehet változtatni. Szívecski is, Börgyek is, Robin Hood. Szólj Bétnek, ő nem jön, nem, ő nem sztárjúvelizett soha, meg ő most azt hiszem a personával játszik egyébként. Update nemrég, igen, az új update. Mikor elkezdtem volt, vagy őtruha, ugye? Én sem emlékszem, hogy így különösen válogatni lehetett a különböző ruhák között. Tudod magadnak festeni is őket? Wow! Na, én egy jó kantáros nacit szeretnék, olyan kis igazi farmerkének. Ez legyen? Jegyezzétek meg, hogy 68-as. A 68-as jobb. Ez nem rossz. Ez nem rossz, ez a 80-as. Ó, micsoda szoknya van! Na, a naci az marad, és akkor a pent kolorunk. Próbálok ugyanolyan színt, mint a... Aha, mint a póló, és akkor... És akkor tényleg úgy néz ki, mintha egy ilyen egybe kantáros gatya legyen. Aranyszínű pólót akartam, és véletlen golden breastplate lett belőle a szövőszéken. Szövőszék! Úristen!
Spaceben kell nekem? Tényleg Spaceben kell nekem? Ó, vagy egy... ez mi? Jaj, ez ilyen kettőbe fonott. Na, ez milyen? Ez ilyen... jó lesz ilyen egybe cuki fonott... Haj. Haj. Szia, Viszló Dani! Neked is szia! Ó, Nokedli, neked is szia! Problem, hello, hello! Hogy vagytok? Ti hogy vagytok? Van új cites játék a store-ban. Street Cat's Tale. Street Cat's Tale. Ja, de hülye vagyok, meg tudom nézni itt is. Street Cat's Tale. Ugye most nem lépett ki a játékból emiatt? Jaj, de remélem, hogy nem. Street Cat's Tale. Street Cat's A Street Cat's Tale. De ez csak pre-order. Ó. Ó, hát ez cuki, úgyhogy elmentjük a wishlistre. És aztán majd jobban megnézem, hogy... Ó, 25-én... Ja nem, akkor end a sale. De mi az, hogy pre-order? Mikor jelenik meg? Ó, holnap! Holnap jelenik meg! Bakker! Oké, hozzáadtam a wishlisthez. Miért a Nintendo Store-ba vagyunk játékok után kutatva? Nem. Stardew Valley-zünk. Mikit elvesztettük újabb macskás játékkel a listára? Pontosan. Play Store-ban van telefonra? Ajajaj. Na, fiú, mi az accent? Ja, hogy ez a beard. Csomóféle beard, ahogy nézem. Vagy azok mi? Hí! Ó, micsoda vörös rúzs! Ó! Ó, mik ezek a dolgok? A vörös rúzs szeretném kérni. Ez meg fülbevaló? Ezt! Jól látom, ugye, hogy ez egy vörös rúzs. Na, és akkor a haj színünket fogjuk pont ilyenre megcsinálni, a fiú. Viszont ez a nadrág, szerintem a nadrág része egyel, aha, egyel zöldebb volt, mint a felső, talán most így oké sok. Szerintem igen. És akkor az eye color-t azt meg csináljuk ilyen kékre, nem mintha nagyon látszódna, de ez lesz. 750 pontért mit csinál a hidratálás? Oda van írva, de egyébként meg ki is próbálhatod, hogyha szeretnéd. Jaj, ne, elrontottam a hair color-t. Oh, így, oké. Okay. Hidratálást kiváltott a Cursed Seal! Miért nem írta ki ezt az üzenetet, amit szerettem volna? Valami olyasmi üzenetet kellett... kellett volna kiírnia, hogy a hidratálás nagyon fontos, és szeretnék nektek nagyon jó példát mutatni, ezért én most fogok inni egy pár kortyot, és nektek is kéne, hogy igyatok egy pár kortyot, mert a hidratálás fontos. Mindig minden körülmények között, és ez elősegíti azt is, hogy minél több pisztisztenet legyen egy stream alatt. Úgyhogy köszönöm szépen, Körci, hogy kiváltottad a hidratálás cicasimiket. Egyébként Sansa éppen ott fekszik. És nagyon marcosan néz. skipeljük az intrót, jó? Mert már játszottunk a játékkal. Kérdésem az, hogy melyik farmot válasszuk.
Szóval Körci kiváltotta a Sansa pontot, amit lehet, hogy ezek szerint... Oké, Kebi, hány pontotok van? Mert hogy a 2000, azt gondoltam, ilyen nagyon sok. De hány ponttal... hány pontjaitok vannak? Mert hogy ezt ilyen nagyon-nagyon 13 ezer, basszus, legalább 5000-re kell raknom ezt. 27 ezer? Oké, 10 ezer pont lesz legközelebb a Sansa. A Sansa menüpontot egy stream alatt egyszer lehet kiváltani. Ma egy nagyon kedvezményes bevezető áron volt elérhető, ami 2000 Sansa simi pont volt. Ez a jövőben nagyon nagyot fog növekedni, ez az összeg. Hogy a piaci a piaci árhoz igazodjunk, és demand meg stuff. 2000 nem vészes így, hogy limitálva van. Ha meglátod most, mi fog történni, akkor meg fogod érteni. Hát sziasztok! Hát sziasztok! Itt van egy kis cica a streamben! Jaj, te ezt nagyon-nagyon megsínled, ugye? Nagyon mérges vagy, hogy ide hoztalak. Nagyon mérges vagy, látom rajtad. Az ott mi? Hát az ott egy mikrofon. El is mész, jól van. Ne haragudj, ők akarták. Ők vették ezt meg, kiárusítottalak, és még csak nem is pénzért. Hát ez volt a Sansa pont, ez volt. Nem tartott sokáig, kérlek, mire számítottál? Jaj, de morcosan ülött az ajtón el, és néz, hogy most mit tettetek velem. Úgyhogy ezt fel fogom emelni valószínűleg ilyen 10.000 pont körülre. Mert fel kellett emelnem a helyéről. Pedig milyen jó lenne, hogyha lenne még egy kamera, és akkor azzal csak így megmutatnám, hogy itt van, de nem. Szia, Antonella de. Köszi a követést, örülök, hogy itt vagy velünk, és remélem jól fogod magad érezni a streamek közben. Lehet 15k is, miért hány pont az van? Jaj, még nem jutottunk el sem eddig se, nem kezdtük el a játékot, pedig fél órája itt vagyunk. Szia, Győrikek, szia, hogy vagy? Szép szerd estét neked is. Na, választunk egy fan típust, mert gyakorlatilag csak itt ülök, és azt sem tudom, mit csinálok. Tehát, nyilván nem fogunk simát választani. Egyébként én eddig csak is kizárólag standard farmmal játszottam. A második lehetőség az a Riverland Farm, amin állítólag egy csomó vizes terület van, azért, hogy a horgászat lehet a legfőbb így tevékenység, amit az ember csinál. A forestnél ugyanígy a foraging, tehát az ilyen gyűjtögetésre megy rá, az nagyon. A Hilltop Farmnál pedig a pick, a Wilderness Farmnál jönnek folyton az ellenségek, és ugye a Four Corners Farm az a multiplayeres farm. Tudom, hogy a Wilderness Farmot azt hiszem. Nem vagyok benne biztos, de itt is lehetne 100k pontért, miért lesz kérdés? Vagy miért lesz? Bármikor megkérdezheted, hogy miért lesz. Kiváltottam az emotot, és most jövök rá, hogy ez csak 24 órára adja oda. Pontosan. Én olyan ritkán jutok ide, hogy alig van pontom, de elég sok pontod összegyűlni egy idő után. Igen. Gyerikex fáradt. Spárban elfogyott a jászfínér is. Én pont ma vettem egyébként két doboz rizst, vagy nem, tegnap. De hát igen, gondolom, most ismét mindenki egy kicsit repül így a dolgokra a boltban. Ez nekem örök hír, mert így nem már örök hír. Nem maradtam le semmiről. Ha meglátsz a Donate Gold az új kamerára, akkor ezt lehet használni Sansa Cam-nek, de úgyse hiányolja. Meglátjuk. Igen, gondoltam, hogy mikor lesz akarsz írni. De jó, hogy Stardew Valley-t streamelsz a fiú Call of Duty-znak, de az annyira nem érdekel. Ja, hát én is így vagyok vele, de lássuk be, nem igazán streamelek Stardew Valley-t, hanem csak itt ülök és beszélgetünk mindenféle dolgokról. Legalábbis én beszélek és kész. Tehát azt hiszem,
erősítsetek meg, hogy igazam van-e, hogy talán Viktor tegnap ezt a farmtípust választotta, és ezt indította el tegnap. Ennél ugye állítólag mindenféle szörnyek jönnek éjszaka. Na most az... igen, azt választotta. Tök jó, mert hogy ő is azért ült le az elé, hogy rossz napja volt és chilleljen egy kicsit. Ez a stressz map. Tehát nem értem, hogy miért. Miért ezt választotta. Én most másikat fogok választani, mert amikor szörnyek jönnek, az nem annyira chill és nem annyira stress-free, mint én azt szeretném. Úgyhogy gondolkodtam, hogy a Riverlandet azért nem szeretném, mert a horgászat az egyik legkevésbé kedvenc tevékenységem ebben a játékban. Úgyhogy gondolkodtam, hogy legyen-e a Forest, vagy legyen-e a Hilltop. Nekem nem rémlik, hogy láttunk volna szörnyeket tegnap. Hagyjuk is. lehet, hogy inkább... tudom, hogy megszavaztátok, visszanéztem utána. Igen. Azt hiszem, hogy inkább a Forestre... annyi szörnyem jön, és jó kis Iridium Resource az elején. Bök egyre is kész. Tehát, hogy itt sok minerált tudok gyűjteni. Itt viszont valószínűleg, tudjátok, az erős fát fogom tudni egy kicsit... olyan cuki az a cica, hogy csak azért lesz két, hogy összegyűjön az a 2000 pont. Haha! Legközelebbre már 10 000 lesz. A Forest is cool. Vagy a Hilltop. Chillben játszod, vagy számolgatós Excel táblában? Chillben. Jó, legyen a Forest. Oké, kiválasztottuk a Forestet. Kész. Forest lett. Jaj, Tendari, nagyon szépen köszönöm a hostot. Te kis cukika. Ok. Rányomtam, hogy ok. Nem volt az egyszerű szülés, de több mint fél óra után eljutottunk odáig, hogy elkezdjük a játékot. Elfelejtettem, hogy micsoda kis cuki szobával kezdünk. Oké, ahol ugye... vegyem fejebb a fényt, nagyon sötét vagyok. Így jobban láttok? Körszil is hoztol engem, köszönöm szépen, hogy te is hoztolsz engem. Megvan, elkezdtük, igen. Tehát ugye a másik farm, az az egyetlen farm, amivel valaha játszottam, és az a több mint 160 órát játszottam. Ott ugye egyáltalán nem így néz ki a házunk, hanem hogy van egy hatalmas nagy konyha nappalival, van egy hálószoba, egy külön kis része, van egy másik szoba, meg szia Mr. Potato Hun, köszi szépen a követést! Illetve van még egy gyerekszoba is a két gyereknek, meg van egy hatalmas nagy pince, tehát az már egészen nem így néz ki a házunk, mint most. Ezért el is felejtettem, hát mennyire cuki már, milyen lesz ma a weather? Beautiful sunny day tomorrow. Ja, nem ma, már hogy a holnapit mondja meg nyilván. Ki tudok nézni az ablakon? Nem. Ó, felvett, de hát nem akartam felvenni a bonsai tree-t. Visszateszem inkább az asztalra. Ja, megnézhetem a fortune teller-t. Jaj. Nem olvastam végig. mildly perturbed today. Luck will not be on your side. Azt mondod? Gyere inkább ide! Ne ütni fogjál! Na, halljuk a tippet! Chop wood and search for wild forage to earn some cash while waiting on your first harvest. Thanks mate, I knew that. Nem tudom, halljátok a cicet, de... jaj, kaptam parsnip seedet! Jaj, Anotella, neked is köszi, hogy hoztolsz. Milyen lesz a bedőr? Most megjött a kedvem nekem is Stardew Valley-zni. Yes. Streameket hol lehet visszanézni, ha Twitch-en lejár a visszanézhetőség? A régi gameplay csatornám.
keres rá YouTube-on, hogy Málnás Péter streamek, majd lakok egy ilyen linket itt alulra is, vagy valami ilyesmi. Majd valamit csinálok, de időről időre egyébként a bot bedobja a linkjét. Illetve, hogyha van... ha van moderátorunk, akkor ő is be tudja rakni a linket. Ó, pont kitakarom az írásnak egy részét! És a cica pont pisil! Nincs rá parancs? Nincs! De majd csinálok egy olyan parancsot is. Szóval kaptam 15 pansip szídzet. Mi is az magyarul? Várjál, a... Ó, basszus! Mi a neve ennek a növénynek magyarul? Valaki segítsen, hogy mi ennek a növénynek a neve magyarul. Retek, nem? Pasztinák, pasztinák! Oh! Egyszer ettem pasztinák krémlevest. Imádtam, imádom. Jaj. Most akkor menjünk és egy kicsit megpróbáljuk itt kitakarítani ezt, csak itt ezt az első területet, annak érdekében, hogy... Wow! Hogy el tudjuk kezdeni ültetni így az első dolgokat. Ó, látom, itt ez például egy ilyen erdős rész, tök jó, mert hogy ott van, ahogy látom, van kettő, lehet, hogy az bokor lesz? Illetve itt van egy ilyen nagy facuc, amit majd ki lehet vágni, és gondolom újra is lesz. Újra termelődik. Mi az a szó, amit keresek? Na jó. Itt ezt kitakarítjuk, és mindjárt meg is csinálok egy... mennyit kaptam? 15-öt, az 3x5, ugye? Úgyhogy azt fogom csinálni, hogy 1, 2, 3, 4, 5... Ott kihagyunk egyet. Egy. Azt nem akartam! 5, igen. És 1, 2, 3, 4. Azt se akartam! Ebben a játékban kiemelten fontos az, hogy minden szépen sorba legyen lerakva. Ezt a játékot csak és kizárólag úgy lehet játszani, hogy mindent szépen sorba raksz le. Máskülönben nincs értelme a világnak. Ó, és még csak is egyeket tudok csak kicsit pötyörészni. Mit mondtam? Azt mondtam, hogy ez egy csíj játék. Azt mondtam. Na gyere, gyorsan vissza is töltöm újra a kannámat. Szuper! És egyébként meg akkor elkezdem szerintem első körben csak így tisztogatni a területet. Aztán meglátjuk, mi lesz belőle, vagy el... Ja, mert még nincsen pénzem. Illetve, na meg tudjuk nézni, mi van a journalben? Mi van a journalben? Miért nem tudok rámenni a journalre? Getting started! Nagyon jó. Tudom, mit kell csinálni a pársznippen. Nyugi. Pasternák! Te mit csinálsz? Viktort nem nézted ezek szerint tegnap. Miért? Ó, minusz gomba journal, tényleg. Köszi. Miért? Mit csinált? Mit csinált ez az ember? Ó, 28 people-t kell grítelnem. Hát, akkor lehet, hogy mégiscsak kimegyek egy kicsit a városba. Mondjuk dél van, akkor most már így egészen jó eséllyel össze tudok futni velük. Csákival? Mi az a csáki? Ah! Nem tudom, miért nem új székre gyűjtünk. Kit érdekel, hogy nézek ki?
Nyilván szép sorba vetettem mindent, véletlenül sem egyben össze-vissza. Ó, értem, értem. Jaj! Bocsi, bocsi, nem igazán megy ez a, ez a plusz, ez a csupa nagybetűs kiabálás, nem szeretjük itt. It's a pleasure to meet you, I'm Harvey, the local doctor. Őt tökre szeretem, csak sajnos túl, túl feeling. Túl feeling, az a baj vele. Az én feleségem, az majd mindjárt, ahaj, elfelejtettem a nevét. A lilahajú lány volt. Ő most nincs, őt nem tudom, hogy mi a neve, de majd... Szia, szia, szia szerelmem, szia, szia, Abigail. Ah. Csak egy átlagos kérdés, milyen napod volt? Hát a székregyűjtés lehet, nem hülyesség, én vasárnap óta gondolkodom új székben. Na, igen, igen, lesz új székem. Majd. Nem látjátok így a... Na, de csak az első két betűt nem látjátok, úgyhogy így maradunk, jó? a testvérem, hogyha elköltözik majd az országból a szemétládája, akkor megkapom a székét. Nothing is posted today. És neki ilyen tök menő király gamer széke van, és állítólag azt én meg fogom kapni, szóval ezért, is, ezért sem gyűjtünk most éppen új székre. Just so... Nem találtam semmit. Szia! Te Marnie vagy, azt hiszem, Marnie? Caroline! Szerintem több mint egy éve nem szágyú elisztem egyébként. Hopp! Olga! Jaj, hát sziasztok! Ja, azt hittem többen vagytok, de nem, te csak a néni vagy itt egyedül a növényekkel. Elköltözik haza háruló Soros Bérenc, nem Lettországba, hanem Észtországba. Jobb felső sarok nem lehet a facecam, mert ott meg ott van a nappal, meg ilyenek. Ó, de a bal felsőbe rakhatnám. Igen, a testvérem el fog költözni Észtországba. Ilyen hazaáruló, hogy elmegy, és itt hagy minket, és aztán ennyi. Igen, igen, elkezdtem embereknek a kukáit végignézni. Ó, Vincent, én nem vagyok stranger. Hát, szia, te vagy a Marnie, ki a Marnie? Jody, Jody! Nem így képzeltél el, anyád, ilyen vagyok, így kell szeretned. Na. Na jó, bemegyünk a kocsmába. Jaj, elszámolom, már nem is fog többet videózni. Figyeljetek, ez valami László dolog, jó? Úgyhogy ott volt valami? Ott volt egy érme? Az asztalon? Nem. Csak szerettem volna. Szóval ezeket engedjük el, hogy ki, mikor a László családból mit fog csinálni az interneten. Szia, Maru! Jaj, a Marut is tökre szeretem. A Maru tökre menő. Jaj, szia, te vagy a kékhajú lány. Emily. Na most már bemegyek a többiekhez is megnézni, hogy... Hát, itt nincs itthon a... Hayley a másik lány, aki itt lakik. Nincs itthon. Kosmába háromkor. Hát figyelj, vannak azok az élethelyzetek, vannak. Itt senki sincs itthon. Nálatok ez a Jodiék háza, ugye van a két gyerek, meg van a apu, aki most fog majd hazajönni a... Vorból. Ó,
Hát Vincent, egy picit jobban kéne tanulni. Szia, Jody. Ja, csak körülnéztem a házadba, bocseszka. Olyan jó nézni ilyenkor egy kis streamet, miután egész nap szenvedtem az iskolában, és agyhúgy követ kaptam mindenkitől. Én köszi sütiskeksz, örülök, hogyha élvezed az itt közösen eltöltött kis időnket. Szia Penny, hogy vagy? Téged is kedvellek, de hát te is túl félénk vagy az én ízlésemhez. Jaj, Alex, na ez viszont egy ilyen világnagy köcsög. Jaj, hát ő meg Pam. Pam, az Alkesz. Ó, és te meg hogy is hívnád teget? Sam. Sam, te meg a gördeszkás csávó vagy. Jaj, és szia, téged... Lee, jaj, téged is nagyon kedvellek. Úgy köszönsz neki, mint aki régóta ismeri őket, ők meg így szélydegen most költöztél ide, ugye? Nyilván úgy köszöntöm őket, mondom, az Abigail a feleségem volt több mint 160 órán keresztül. Jaj, szia! Elliot, tényleg, te meg annyira egy ilyen snob kis, nem is snob, hanem arisztokratikus ember vagy. Na hol van a mayor? Hol van a mayor? Na, hello. Louis! Jó volt az első estém, köszi, cuki vagy. Tűha, mennyire kevés energiám van már. Hány bemutatkozáson vagyunk túl? Ó, még csak 17-en. Na mindegy, azért most már lassan hazat szammogok. Még van mit csinálnunk otthon. Ja, bár előtte még bejünk. Ó, de már ti bezártatok, nem? Ó, ja, kicsit lekéstem. Na mindegy, nem baj, otthon van még tennivalónk. Ki kell takarítani ezt a szerencsétlen farmot. Hát jó, lássuk. Nem tudom, miért annyira hülyén ülök egyébként ebben a székben, így, mint aki azon nyomban fel akarna pattanni valami miatt. Jaj, mindig a B-t nyomom, amikor használni akarom. Jaj, itt is! Ó, ez is direkt erdős sáv. Ó, de jó! Itt is vannak a kis bokrok, amikről majd lehet szépen aratni dolgokat. Jó, van egy fát is vágjunk ki. Attól szép az élet. Ha a fát kivágjuk... Izé, már mint nem, de értitek. Ez az. Baby fát is kivágjuk. Fenyőfát is kivágjuk. Azt mindjárt el is állunk a fáradtságtól. Hát szereztünk egy csomó mindent, nézzétek. Úgyhogy el is mehetünk aludni! Este spannoló szörnyeket? Nem, nincsenek este spannoló szörnyek. Az külön a Z-hez van. Ja, az külön azon a mappen van, amit Viktor indított tegnap. Én az első randomban Robint akartam elvenni, csak kiderült, hogy van férje. Oh, jaj, de Szomi! Igen, négyféle különböző map van.
Ó, Vili, menjek le valamikor hozzád a beachre, figyelj, lemegyek, amint megöntöztem itt a növénykéimet, jó? Akkor utána egyből el is szaladok megnézni, hogy te mit csinálsz, hogy legfőképp azért, hogy adjál nekem egy fishing rodot. Pretty please. Hát mondjuk most még korán van. Na, to the beach. 5 előtt. Hát akkor még egy icipicit azért itthon tudok tenni, venni. Tudom még itt tisztogatni a helyet. És jaj, tele van az inventorim. Ó, igen. Na, akkor tudjátok, mit fogok csinálni? Fogok ásni itt még egy sort. És ide pedig el fogom ültetni ezeket a random kis szarokat. Mikor fogok tudni ízét csinálni? Nem tudok kraftolni? Egy ládát szeretnék. Nem tudok kraftolni egy ládát. Ó, a ládához 50 fa kell. Akkor gyorsan kivágok még egy fát. És akkor lekraftolok egy dobozt. Na, hova? Ide mindjárt leteszek egy chestet. Igen. Ide. És akkor a chestbe pedig el fogom rakni azokat a dolgokat, amikre amúgy most így nincsen kifejezetten szükségem. Ó, ez a gombisúly, add to existing stacks. Jaj, oké, még csak 8:40 van, no para, még csak 8:40 van. Hirtelen megijedtem, hogy de hát haza kell, vagy oda kell érnünk a beachre. Odaérünk a beachre, nyugalom, odaérünk a beachre. Egyébként így ennyi ez a játék. Csak így mászkálunk, és csinálunk dolgokat, és így nagyon cuki, és így nagyon kikapcsol. Egészen addig, amíg nem jutunk el a játéknak arra a szintjére, amikor én legalábbis fullosan hajlamos vagyok tényleg átmenni majd, hogy nem ilyen Excel táblázat módba. Na jó, menjünk el a partra, mielőtt totál kimerítjük magunkat. Az a gomb egy varázslat, az egyik legjobb dolog. Milyen gomb? Milyen gomb? Geodát? Miért? Nem szedtem össze a geodát. Találtam egy artifektet! El kell majd vinnem a múzeumba. Ja, hogy egy csoda az Add to Existing Stacks gomb. Nem szed... Ó, tényleg nem szedtem össze a geodát. De most már megvan. Szupi. Na jó, úgyhogy most azt fogom csinálni, hogy... Elrakom a követ, meg ezt, meg ezt, meg ezt, meg ezt. És akkor ezt megpróbálom elvinni a blacksmithhez, ezt pedig megpróbálom leadni a múzeumban.
Használd a gombot, Viki. Ja! Jaj! Jó, használni fogom. A csoda gombot. Hello, Mizu! Ja, tudom, hogy azért mondod, hogy Király a Beach, hogy oda menjek. Oda fogok menni, de előtte más dolgom van. Előtte nagyon-nagyon fontos más dolgom van. Jaj, alig várom, hogy itt megnyíljon nyáron a fagyizó. Imádom a fagyizót. Mennyi New Journal Entry? Hát, hogy egyetlen egy darab sincs ott semmi. I'm here for you, babe. De hát neked adom. Hát persze. Gunter, persze, hogy neked adom, amit találtam. Neked adom, ne viccelj! Szeretnék hozzájárulni ennek a világnak a továbbfejlődéséhez, az előrejutáshoz. Nagyon fontos számomra a tudás, és az, hogy segítsem minden lehetséges eszközzel az emberiséget. Ezért, Gunter, neked adom ezt a kavics darabot, amit találtam. A tiéd. Há? Örülsz? Ezek meg se köszönte. Szép. Pennyvel találkoztam, Vincenttel találkoztam már. Hello, Jazz! Ja, Jazz meg egy kis köcsög, úgy emlékszem. Tök csiles ez a mai stream, amúgy vagy csak én gondolom így. Az volt a cél, hogy egy kicsit itt chilleljünk. Én imádom ezt a játékot egyébként. Hello! Nem shop. Process geód. Hogy is hívnak téged? Elfelejtettem téged, hogy hívnak. Jaj. Kaptam egy copper ort. Tökéletes. Hogy hívnak, ember? Clint, tényleg Clint. Hogy vagy, Clint? Na, most pedig akkor mehetünk le a Let's go to the beach. Itt megkőve. Ha. Amúgy ezt hogy oldották meg a faluban, hogy a könyvtárból is hiányzik egy csomó könyv, meg a múzeumban sincs más semmi. Szia, Tibor Varga! Köszi szépen a követést! Nem tudom, hogy mi a kérdésed. Hát, mint hogy most új játékot kezdtünk, szóval... Szóval azért... Ja, hogy hogyan... Aj, ez egy játék, jó? Ez egy... Szia, Felix Bindix! Neked is nagyon szépen köszönöm a követést. Szóval ez egy játék, ez a lényeg, hogy neked össze kell gyűjteni, majd te így fellendíted ezt a világot. Na, adjál nekem egy horgászbotot! Yes! Bamboo pool! If it smells, it sells! nagyon jó, imádom. Úgyhogy most már tudunk horgászni is. Horgászunk, legalább egy halat kifogok, hogy aztán legyen valami, amit eladhatunk ma. Jó? Pogy! Elfelejtettem, hogy kell horgászni. Mit kell? Ó, az Y-t kell nyomogatnom, ugye? Ja, de ugye a játék próbált megtanítani, én meg így... mi? De oda volt írva gyakorlatilag, hogy mit kell csinálnom. Na. Azaz!
Azaz, látjátok, ezért utálok horgászni. Utálom ezt a minigémet. Utálom. Nagyszerű, elkaptam egy szardiniát, azt majd jól eladom. Nem neked adom el. Nem neked adom el, hanem majd jól belepakolom a kis... meg ilyeneket is gyűjtök. Belepakolom, mibe pakolom? A dobozba a házam előtt. Jaj, tudom, hogy itt nincsen híd. Hát nagyon szomorú, majd valamit teszünk annak érdekében, hogy itt legyen híd is. Na, mit? Archaeology! 250 aranyat kaptam, szupi. Figyú, miért nem vettem plusz... magokat? Miért nem jutott eddig eszembe? Hogy bejöjjek ide, ehhez a szép fiatalemberhez, és azt mondjam neki, hogy give me things to buy. Szia Pierre, nagyon örülök neked, legfőképp adjál el nekem dolgokat. Fú, mennyi mindent tudok venni, jaj, de jó. Bint fogunk venni, mégpedig 5-öt. És, jaj, 5 potétot akartam, nem 6-ot, de most már mindegy. Na jó, legyen ebből. Jaj, nincs pénzem. Úgyhogy mindegy is, mindegy is. Na sziasztok, legalább most téged már ismerlek, nem, Jody? Téged ismerlek. Márni, te vagy a Márni, tudom már. Hello, Emily, téged is ismerlek már. Caroline, téged is. Robin. Jaj, tényleg a Robin. Aj, emlékszem, én is a Robint akartam feleségül venni. Amíg nem tudtam meg, hogy ő a fekacsávóval együtt jár. Pff. Fúj. Nem baj, nem baj. Abigail is tökéletes választás számunkra. Sok pénz jön a játék elején a horgászásból. Komolyan? Jaj, nem horgászni akartam. Hanem jobban el akartam pakolászni, hogy ezt meg ide rakjuk. És akkor ami nem kell, azt gyorsan beledobáljuk ide. Ó, ha, add to existing stacks. Csak hogy most ugye nem volt semmink, ami existing stack lett volna. Ja, de hülye vagyok, most például teljesen feleslegesen tartogatom az algát, arra nem nagyon lesz szükségünk. Többit egyelőre azért így megtartom, ki tudja mi lesz. És akkor most még áshatok az új növénykénknek. Ennek a végére telepítek egy darab cauliflower-t, amit sikerült vennünk, illetve jó, legyen egy darab krumplesz, ha már véletlenül 6-ot vettem a krumplikból. És akkor ide pedig csinálok még egy sort, ahova pedig a maradék krumplit fogom elültetni. Majd meg is locsolom. És kész is vagyunk mára. Este 6-kor elmenni aludni? Este 6-kor elmenni aludni. Ennyi. Ennyi. Jaj! Hidratálás! Nem vettem észre, ne haragudjatok. Jön a hidratálás. Itt a hidratálás. A hidratálás nagyon fontos, úgyhogy igyatok ti is. Van valami értelme annak az oltárnak a boltban, amikor játszottam, nem tudtam rájönni, jó-e valamire. Hű, erre nem emlékszem én se. 500 órád van a játékban, Jézusom! Jézusom!
Jézusom! Jaj, Körszil is kiváltotta a hidratálást, nagyon fontos, hogy igyatok sok vizet. Mark Watney likes this. Viszont fel kell vennem egy pulóvert, mert hűvös van. Illetve visszavettem a mamuszomat is. Nem tudom, lekapcsolhattam a fűtést, vagy mi történt? Hidratáljatok ti is! Hidratálni jó! A YouTube-os pulcsim van rajtam. Az egyetlen örök, igazi YouTube-os pulcsim. Jaj, valami nasolni való kéne, basszus! Hogy áll a hajad? Így áll! Igen, így áll! Na, menjünk. Jaj, ma meg se néztük, mit kellett volna. Ja, nem volt semmi a tévében, jó. A dolog, amit nagyon-nagyon elrontottam legelső alkalommal, amikor elkezdtem játszani a játékkal, az, hogy nem néztem meg minden nap a tévében, vagyis azokon a napokon, amikor van a főzőműsort. És ezért ott álltam a végén, amikor ugye már az volt a cél, hogy jaj, esik. Vagyis, hogy holnap... Oké. Tehát nem néztem meg minden alkalommal, amikor lehetett a főzőműsort, amiből ugye recepteket lehet megtanulni, és azért amikor a végén ott álltam, 150 óra játékkal kb., hogy minden egyes receptet meg akarok csinálni, és minden egyes kaját unlockolni akarok, akkor így álltam, hogy hiányzik 3 vagy 4, és így rákeresem, hogy azokat hol a szarba tudom megszerezni, és kiderült, hogy a tévébe tudom megnézni, de ugye ez egész évre van, tehát úgy van, hogy azt az adott egy receptet csak és kizárólag az évnek azon a napján lehet megnézni a tévében. És amikor így ezt megnézem tavasszal, és akkor télen lesz a tévében, akkor így hát mindegy is. Szóval most nagyon oda kell figyelnem, hogy mindig megnézzem a tévébe a főzőműsorokat. Jaj, haba! Nagyon szépen köszönöm a csírt! Csír 80. Csíreltél, vagy csak írtad, hogy csír? Ráadásul 3 évente rotál a műsor, nem? Úristen, az nagyon durva. Jaj, 100 csír! Nagyon szépen köszönöm a csírt, haba! Nagyon köszönöm a csírt! 3 évente rotál a műsor? Nem tudom, nem emlékszem. Na, szia, Clint! Hát tudom, hogy jó, hogy találtam orékat, orrokat. Igen. Adsz nekem egy blueprintet a furnace-hez. Amiben ugye kiégethetem majd az orrokat bárokká. 3 év, úristen. Úristen. Ja, és a 3. év végén mondja, hogy jövőtől ismét. Ah, borzasztó. Na, lássuk. Hirdetés. Na vajon mennyibe kerül az a hátizsák? Pierre. Biztos vagyok benne, hogy egy vagyomba. Otthon is körül kell majd néznünk, hogy nem-e termett valami. Kétezer arany. Oh. Well. Ja, és még nyitva sincs, úgyhogy tök jó, hogy idéltem. Na, nem baj, akkor följövök, itt is össze lehet szedni dolgokat, nem? Aha. Aha, hello. Sütj.
Jó, itt ez a játszótér annyira cuki, nem értem, hogy miért nem lehet játszani rajta, semmit nem lehet vele csinálni. Pedig imádom ezt a játszóteret. Illetve azt is mindig azt hittem, hogy itt bent is biztos van valami, és közben meg nem, csak egy üres hely, ahol így bejössz, és akkor ezeket így levered, és kész. Szomorú, szomorú. Nincs itt semmi, ó, de semmi. Ó, és itt meg főleg, ez meg ugye itt csak egy pad. Na jó, akkor, hogyha már erre elsétáltam, akkor feljövök és megnézem, hogy itt fent mi a szitu. Megismerkedek a kedvenc haverommal is, az ősemberrel. Ő most biztos otthon van így, hogy esik az eső. Jaj, hello! Hát te ezt itt próbálod nekem felnyitni? Nagyon helyes. Lett két óriás káposztát, hogyan lehet óriás dolgom? Basszus, annyi ideig próbálkoztam, és nem sikerült. Linus, szia Linus! Stranger, your ass. Tessék, kapsz egy virágot. Úgy kell, ugye, óriást csinálni, hogy jó, és itt sem mehetek még át. Azt is fel kell oldanom ezek szerint. Puty, 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 puty. Háromszor hármas egybe terület kell minimum. Igen, tudom. Tudom. Tudom, hogy az kell, és az megvolt, és érted, így éveken keresztül próbálkoztam vele. Szia, Dimitriusz! Téged bírlak. Még úgy is, hogy elvetted tőlem Robint. Craft a furnace. Jaj, nem is, el is felejtettem, hogy craftolhatnék egy furnace-t. 20 copper ore, Jézusom! Ja, Alexet meg már ismerem, úgyhogy ide nem kell lejönnöm. Bizonyos százalék az esélye, hogy összenő. Tudom. Tudom, hogy ez így működik, és ezért is vagyok felháborodva. Mert nekem nem sikerült. Nekem meg... Tehát... És ha sprinkler van középen az 5x5-ösnél, az nem jó, mert akkor nincsen meg a 3x3 egybefüggőbe. De én ugye az iridium sprinklerrel a nem tudom, minden teljesen be volt építve, mindent is megpróbáltam, minden feltétele megvolt annak. Többszörösen is, hogy... ott egy gomba. Hogy tudjon egy... egy óriás valami nőni, és soha. Hadd menjek már el. Mit? Hadd rakjam le a dolgaimat. Hadd ültessem el ezt. Még egyet nem, azt kidobom. Kinek kell? Senkinek nem kell. Pénz kell. Jaj, szia sütis keksz! Ó, jaj, hát jó vers tanulást! Köszi, hogy itt voltál! 5x5-ös, mert két spin... Na, igen, de hát az 5x5-öst akkor úgy kell megépíteni, hogy meglegyen a... hogy egymással érintkezve ott legyen az a két 5x5-ös terület, hogy ugye ahol összeér, ott meglegyen a 3x3 összesen. Mindent is... Hol a cicám? Basszus, nem is választottam ki a cicámat? Többféle macska közül lehet választani, és nem választottam. Milyen cicát választottam? Hol a cicám?
1000 pénz után hozzák. És kiválasztottam, nem emlékeztek, kiválasztottam, hogy milyen legyen cica? Alapsárga lesz. Lehet változtatni játék közben. Jaj, de jó, úristen. Már itt, már őszintén szóval már itt volt a fejemben, hogy most újra kezdeni a játékot egyáltalán nem ciki. Most elkezdhetném nulláról. És még épp időben ahhoz, hogy aztán cicem lehessen. Na, ami fontos lenne, körbejárni végre a területemet, hogy meglássuk, hogy teremnek-e vad növények, mert oké, hogy vannak bokrok. Oké, hogy vannak bokrok, amiket majd le lehet szüretelni. Meg hála égnek, itt vannak ezek a nagy... Ó, ott az egy titkos hely? Ott az egy titkos hely? Ha? Vagy az csak ott ilyen dizájnelem? De hogy vajon vadnövények spawnolnak-e a területemen? Ó, de jó, megint kaptam feedeket, azokat mondjuk nem kidobni kéne, hanem elültetni. Jaj, de jó. Egy dandelionem van. Ó, ez itt majd nagyon jó lesz, hogyha ezt így néhány naponta majd learathatom itt ezeket a hardwoodokat. És itt van a kis üvegházam. Ó, és oda. Ó, hogy így jutok el oda. Szép, szép. Dawn of your third year. Jaja, két teljes évet le kell játszanom ahhoz, hogy ott valami legyen. Na, és itt? Ott se volt semmi érdekes. Ó, tényleg, és ott, meg ott van a barlangocskám. Na, lássuk. Nem is tudom, hogy alapvetően mi van a barlangban. Jaj! Nincs elég helyem. Ó, még most semmi. De hogy ugye lesz itt, majd eldönthetem, hogy gombákat akarok, vagy mi is a másik opció? Nem tudom, de van másik opció is. Jaj, nem oda akartam. Na, ezt meg nem oda akartam, hanem ide akartam úgy, hogy így ezt így végigásom. És akkor gondolkodtam, hogy ez legyen majd a kövi random sor, de nem, lehet, hogy ezt mindenképpen megtartom random sornak. És akkor most mégiscsak ide fogom lerakni ezt a kettő szerencsétlenkét. Kiástam feleslegesen, hogy ihú itt Dandelion-t eladjuk. Most mindent is adjunk el az elején? Ja, kivéve ugye a furnace-re gyűjtünk. Furnace-re gyűjtünk, de hát az még bőven messze van ezzel a copper ore termeléssel. Ó, megmondom őszintén, először, amikor láttalak egy híres YouTube csatornán, szerinted vajon melyik az a YouTube csatorna? Nem volt el szimpatikus, de itt az élő példa, miért nem szabad elsőre ítélkezni. Nagyon szépen köszönöm, nagyon cuki vagy. Szóval gyümölcsöket, nonsense. Ja, ez így van alapvetően, az egy nagyon, nem csak hogy így élőben egyébként nagyon-nagyon szerkesztett műsor, de hogy utána vágásban is nagyon-nagyon szerkesztett műsor. Tehát, hogy megvan nyilván, hogy pontosan mit kell csinálni, tökre így egy ilyen szigorú feladat van,
amit így kb. Végre kell hajtani, és ráadásul utána ugye megvágja valaki úgy, hogy nagyon sok másik ember van. Szia! GTC376, köszi szépen a követést! Nagyon sok másik ember is van a baz adott videóban, tehát úgy is kell azt összevágni, hogy dinamikában, meg stílusban, meg mindenbe így egy nagy egészet alkosson, és ezért például szóval így nem lehet mindenkinek így az egyéniségét, meg az énjét, meg semmit így megtartani benne, mert egész egyszerűen olyanok a körülmények, meg hogy nyilván ott az egy ilyen, tényleg egy ilyen gyártott, szerkesztett műsor. De a lényeg, hogy nekünk is volt olyan epizód, mint például a... Aj, nem fog eszembe, hogy melyik volt. Valamelyikben Julcsival ketten voltunk. És nem tudtam lerakni, most nem látok. 1, 2, 3, 4, és akkor... Na mindegy, már reggel meglátom, hogy mennyi van ott. Az egyik epizódban Júlcsival ketten voltunk, és ilyen nem is tudom, valami olyasmi volt, hogy a kérdésekre kellett válaszolni, és meg kellett tippelni, hogy a másik ember mit fog válaszolni. Valami ilyesmi volt, és emlékszem, hogy elképesztően viccesek voltunk, mert ráadásul ilyen olyan kérdések voltak. Ahoj! Vészhelyzeti stream, hát igen, ilyen szomorú dolgok történnek ma, meg ilyen nagyon stresszes dolgok, úgyhogy itt vagyunk egy kicsit chillelni. Tehát, voltak ilyen nagyon-nagyon mélyen szántó kérdések, amikre így mi magunk se tudtunk válaszolni, nem is tudom, volt egy kérdés, aminél kifejezetten emlékszem, hogy rohadtul elvicceltük, és hogy így annyira nem tudtuk, hogy most így mit válaszoljunk rá, vagy hogy mi ennek a kérdésnek a lényege, vagy mit kéne mondani, meg azt se, miután megbeszéltük, hogy hogyan értelmezzük magát a kérdést, utána se tudtunk mi magunk se választ adni. Úgyhogy ott álltunk, és aztán akkor így azt mondtuk, hogy jó, akkor tudod mit? Beszéljük meg, és írjuk azt rá a táblára, és akkor majd... és akkor majd jó lesz válasz. És a lényeg, hogy ilyen tökre látványosan, meg hát nyilván így kamera előtt meg minden megbeszéltük, hogy azért, hogy pontot szerezhessünk, ezért most mi megbeszéljük, hogy mit fogunk írni mind a ketten, és akkor pontot kapunk érte, és jól meg is beszéltünk, még le is lestük egymásról, meg mit tudom én, és a végén meg, amikor így megmutattuk, akkor ha, tényleg? Wow! Nem gondoltam volna, akkor ezért kapunk pontot! És magába a videóba pedig csak annyi maradt benne, hogy így, ó, oh, wow, jaj, de jó, akkor ezért kapunk pontot! Mint hogyha, na mindegy, kicsit ilyen basic white bitcheknek lettünk így beállítva, akik ilyen nagyon mélyen szántó gondolatokat akartak közvetíteni egy ilyen videóban, és amikor ezt így megláttam, akkor kicsit így sajnáltam, hogy ó, pedig szerintem tök viccesek voltunk. Szóval egy ilyen szerkesztett műsorban nem igazán jön át, hogy milyen a... hogy valaki milyen, és azért tökre örülök, hogy elfelejtettem a nevedet. A Anton, hogy... De hogy nevezhetlek, kérlek. Szóval, hogy nagyon más lehet valaki. Pláne egy ilyen közegben, mint Twitch-en, amikor itt vagyok, így élőbe, és így élőbe beszélgetünk. Csiki, fejezd be a vicceidet? Antonella, sose értettem, hogy hogyan döntik el azt, hogy ki nyert, mert egyszerűen nem tudják heten felvenni, vagy sok idő van az eredményhirdetés és az utolsó versengős klip között. Nem, egész egyszerűen a végén. Nyilván, hogyha két ember egymás ellen van, akkor tudják, hogy melyik nyert, de hogy a végén látjuk a videóban is, hogy a megszerkesztett videóban, hogy ki nyert. Meg nyilván senki nem azért csinálja, meg nincsen nyeredmény, szóval nem számít, van olyan, amikor... Én mondjuk tudom, hogy előtte már 3 emberrel felvették, és elmondták, hogy Attila mennyire király volt a Disney zene felismerőben, akkor én tudom mondani, hogy
Nekem is legalább annyi pont kell, mint amennyi Attilának lett. Vészhelyzeti majd a vesztegzár idején lesz. Nehéz választani, mit hallgassak Star Wars Edge of the Empire RPG kaland írása közben, de itt van a legritkábban stream, tehát. Hát köszi, hát köszi. Én azt hittem, hogy az FVG-re gondol. Ó! Na, tudok Wild Seed-et csinálni, meg tudok Field Snack-et, nagyon király, meg egyel proficiency-b az X-em. És a tri néha adomnak Seed-et. Tehát akkor ezt az, ami most történt, ezt nem mondjuk el Dave-nek, hogy amikor azt mondta Antonella a kedves, hogy egy híres YouTube csatornán látott engem, és ott nem voltam szimpatikus. Ezt nem mondjuk el senkinek, hogy fel sem merült bennem, hogy esetleg ez nem a szerinted lenne, hanem mondjuk egy Fun with Geeks nevű csatorna. Ó, tudom, hogy hol van a Spring Onion kis hely. El is fogok menni, meg is fogom nézni. Nyilván nem mondjuk neki. Szarházi! Megevett egy, mit is evett meg? Mi volt ez? Egy krumplit megevett? Szarházi. Meg azért a Fun with Geeks-en, amikor ott vagyok, ott... Szóval, hogyha a Fun with Geeks-en engem nem kedvel valaki, de itt meg igen, az elég fura, mert ott azért... Alapvetően nagyon, nagyon vágatlan helyzetek vannak. Szóval az fura lenne. Itt is pont annyira köcsög vagyok, mint ott. És pont annyira vicces, mint ott. Bárki bármit mond. Jaj. Vészhelyzet van, holnap nem tudom megírni a ZH-mat. Jaj. Mizu veletek vattok itt köztünk, egyetemisták? Hogy vagytok? Ilyen küldim van. Ja, Furnace-t kell craftolnom, hát ez még nem lesz. Ja, Harvest a Pansnip meg. Aj, meg még négy emberrel kéne találkoznom. Ki az, ki lesz ez a négy ember? Jó, most lemegyek egészen összeszedni azt a Batch of Spring Onions-t, amiről beszélt reggel a tévében. Utána pedig bemegyünk a városba, hát ha találkozunk valakivel. Mondod, tudsz lenni, itt meg egyetű vagy. Na, egyetemisták, vagytok itt? Hogy vagytok, Mizu? Meséljetek egy kicsit. Hogy kinél most mi a helyzet, aki lemaradt volna róla, ma van, aki lemaradt róla, csapból is ez folyik. Lényeg, hogy ma vészhelyzetet nyilvánítottak az országban a koronavírus miatt, és ezért az egyetemek nem, az egyetemeket bezárják, tehát hogy vagyis a kampuszok nem lesznek látogathatók. Tehát nem lehet iskolába menni. És ezért érdekel, hogy aki itt van és egyetemista, az hogy van, őt hogy érinti a dolog, mit tud, mit nem tud. Nyilván egy csomó iskolának még egyáltalán nem volt ideje reagálni ezekre a dolgokra, mert hogy ezt ma délben így eldöntötte a kormány, és... Bocsánat, nem a kormány egyébként, hanem a parlament. A kormány nem egyöntetően döntött el. Vagy mi? Hol? Itt, hát ez a hatalmas, ez a három. Hát itt rohadt sok szokott nőni. Felháborítasz. Ah!
Mert senkit nem érdekel, rajtam kívül van korhatár a streameden? Hivatalosan nincs. Próbálok family friendly lenni, nem mindig tudok family friendly lenni. Fogják... Jaj, írjatok. Mert hogy nem... annyit írtok, hogy nem láttam, hogy mit írtatok. Nem tudom, hogy fogják megoldani a távoktatást, nekem a szakdolga meg az államvizsga van hátra. Oh! Jaj, safrevi! Tomiéknak elvileg még nem érkezett info. Gimibe órán hallgattuk az élő híradót a tanárra. Jaj, lemondták az E3-at, igen. Igen. Ja, hát minek után ezt bejelentették, azt mondták nyilván, hogy holnap reggelre már kész lesz a határozat erről. És hát akkor tudnak csinálni valamit már az iskolák. Nyilván egy napban azért bele fog telni, mire ez így mindenkihez eljut az info, meg tudják írni azokat a szerencsétlen Neptun üzeneteket, meg ilyeneket, amikre szükségük van ahhoz, hogy aztán azokat kiküldhessék, hogy értitek. Szóval egy pár nap ez szükséges lesz, de inkább az érdekel, hogy így aki egyetemista itt van velünk, hogy hogyan élitek ezt meg így inkább ilyen lelki szempontból. Mert hogy nekem az első gondolatom az egyetemistaként biztos az lett volna, hogy halleluja, nem kell iskolába menni. De aztán ahogy így olvasgattam néhány sztorit, például a párnácsot a csoportba, akkor így rájöttem, hogy basszus, vannak emberek, akik emiatt nem tudnak majd lediplomázni. Meg egyébként meg mi van azokkal, akik... Szóval azokkal a helyekkel, ahol nem tudják távba megoldani az oktatást, és emiatt halasztani kénytelenek, vagy nyáron lesz bepótolva az oktatás, vagy mit tudom én. Van egy csomó ilyen fura dolog. Nem tudok lemenni? Köszi, hogy nálatok az oktatást Skype-on fogják végezni. Igen, valaki írta, hogy ő náluk meg Facebookon lesz. Szülővel cringe stream. Jó, hát figyelj, próbálok nem káromkodni, próbálok. Mondjuk azon kívül meg érted, így nyilván elmondom, amit gondolok. De hogy így alapvetően az nem az van, hogy... Szóval, hogy én abból a szempontból értem, hogy family friendly, hogy nem fogok elkezdeni itt anyázni, meg mit tudom én, tehát, hogy így alapvetően egy értelmes szülő így oké lenne azzal, hogyha a gyereke nézi a streamemet szerintem. Én, ha szülő lennék, én oké lennék vele. Tudnék sok olyat felsorolni, amivel viszont nem lennék oké. Kicsit fura volt gimiben órán ülve meghallgatni a hangos bemondóból, hogy minden rendezvényt lemondanak. Jaj, kifáradtam. Az is fura, hogy ennyire érintetté váltunk hirtelen. Mi egy apró ország lakóiként általában kimaradunk ilyenekből, de ez most olyan furcsa jelenség. Jó, magam a vírustól nem tartok, de a káosztól és a megkavarodott, megijesztett emberektől nagyon, mert annál is azoknál nincs rosszabb. Ja. Én művészeti egyetemre járok, és ott például kötelezően gyakorlatozunk, vagyis maga a gyakom gyakorlati, így nem tudom, hogy lesz megoldva. Igen. Mindjárt beszélgetünk még róla, jó? Csak el kell mennem pisilni most, hogy ennyi vizet itattatok velem. Úgyhogy mindjárt visszatérünk. 2,5 percre szünetet tartunk.
Ugye milyen szupi volt ez a madár csicsergős pisilésem? Nagyon, ugye? Nem vagyok túl sötét? Ne kapcsoljam meg a fejebb a lámpát? Vagy jó vagyok így, és nem is akartok látni. Arra gondoltam, hogy ma nagyon-nagyon különleges esténk van, semmi extra nincsen. De a lényeg, hogy vasárnap nőnap volt, és megérkezett tegnap egyébként egy csomag, amit az HBO-tól kaptam, és még nem bontottam ki, és úgy gondoltam, hogy talán ez most a megfelelő alkalom az elfogyasztására. Köszönöm egy ilyen szép dobozt, amire azon írva, hogy boldog nőnapot. A doboz oldalán, meg HBO-s sorozatunknak a főnői karakterei vannak rajta. Szia, Terminus! Szia! Szóval gondoltam, kibontom most itt veletek. Mert úgy megkívántam, állítólag, és tényleg valójában is egy prosecco van benne. Úgyhogy ez a stream most vált nem family friendly-vé, úgyhogy kérlek benneteket, hogy Sansa elment a háttérben. Special content! Igen. Úgyis mindegy ennek a kamerának. Mi? Úgyhogy most váltunk nem family friendly-vé, hogyha ezt esetleg ki tudom bontani. A záró izét már le tudtam róla szedni. Azt hittett csoki lesz benne, őszinte leszek veletek. 2 éve nagyon-nagyon finom muffin, egy doboz muffint küldtek. Finom volt. Nem különleges, de finom muffint küldtek. Tavaly pedig egy doboz makaront, és úristen, de odáig voltam. Az a makaron, a Cheese Dodo? Így kell mondani? Abból a makaronozóból, isteni király volt. Imádom azt a helyet. És egy egész dobozzal küldtek, talán 6 vagy 8 makaron is volt benne, egy ütőhelyemben megettem az összeset. Idén meg ezt küldték. Ami egyébként szintén tök jó, legalábbis majd meglátjuk, hogy mennyire jó. Általában ez ilyen tekerős. Most tekernem kell, és makaróni. Mert mint a dobozban mondom. Berúgos live, family friendly vagyok nagyon, igen. Egész jó az illata, tök menő volt, egy ilyen rárakott cucc volt, aminek hála tök könnyen le lehetett tekerni a tetejét. Mio netto prosecco. Doc Treviso, Brut. Prestige Collection. Mindent elolvastam, ami rá van írva. Rá van írva, hogy fehér. Pesgő. Hú, de nagyon pezseg. És közben elkezdett besötétedni a farmunkom. Ez finom. Amúgy nagyon fura, hogy nem jutott eszembe, hogy hozzak hozzá poharat, mert hogy azért így mégiscsak ez így. De azért fura üvegből pezsgőt inni. 2 decis. Nem is fogom mindet meginni. Ma este meg fogom inni mindet, de nem fogom az egészet így stream közben meginni. Nem fogunk berugós live-ot inni. A White Walkert már elfogyasztottatok. Még van egy kicsi a mélyhűtőben. Úristen, de ki vagyok fáradva. Még van egy pici a mélyhűtőben. Néha itt szoktam iszogatni. Van egyébként egy csomó más trónokharcás whisky is, amik... amik nincsenek meg nekem, sajnos. Nem rossz a White Walker. Csináltunk róla a videót is. Van egy nagyon jó YouTube csatorna. Az a neve, hogy az okos az új szexi. És ott csináltunk is egy videót a... Valaki dörömből fölöttem. A whisky készítésről, és abba a White Walker whisky kapcsán, és be is
Meg is kóstoltuk, megbeszéltünk is ott róla egy kicsit. Mi? Jojo Mart Customers! Ja, oké, szóval azt nyitotta ott meg, amit pont láttam, hogy ott nem mahináltak vele, de értitek. Jaj, jaj. Hidratálás, hidratálok. Hidratáltam, ja, de vízzel hidratáltam. Vízzel kell hidratálni. Nem, nincs pezsgőből hidratálás. Így adok vizet, a mosógépet is tönkre teszi. Hát nagyszerű, a lényeg, hogy eltűnt onnan akkor az a nagy kőtömeg. Oké, eladjuk ezt. Veszünk... Mindjárt elmegyek és veszek... build a coop. Yes. Mindjárt veszek még 15 darab páncip... magot. Forging ahead, the furnace. Még 4 emberrel. Na jó, egy darabig még itt takarítgatok, és akkor utána... Utána fogok majd... Cica, mit csinálsz? Utána megyek majd be a városba. Wow, több mint másfél óra itt vagyunk. Az durva. Szóval visszatérve kicsit erre a vészhelyzetes mizériára. Jaj, nem is tudom, valamelyikőtöknek olvastam a kommentjét, miközben pisiltem. hogy igen, a médiában nagyon-nagyon túlsúlya csak ez jelentkezik, de közben meg találkozok olyan hozzászólásokkal, úgymond, ja, hogy én mindjárt elfáradok. Aha, az jó. Olyan megnyilvánulásokkal, például most, amikor kiraktam Twitterre a fotót, a legeneráltattam egy... Van ugye ez a macska? Minden rendben? ugye ezek a fotók, hogy hogyan kell, ilyen folyamatábra, hogy hogyan kell kezet mosni, és akkor, hogy ráillesztesz egy adott dalt, és akkor azt énekled, akkor tudod, hogy mikor vagy kész vele, meg hogy milyen mozdulatot, mikor kell csinálni, és a lényeg, hogy ezt legeneráltattam a Baby Shark-ra. Ja, egy ideig, úristen, én borzasztamba voltam szippantva a Baby Shark-ba. És... No help wanted. Tényleg sok pénz. Fullba van az inventory. Eladni nem tudok. És a lényeg, hogy valaki oda kommentelte egy valószínűleg fiatal iskolás ember, hogy hát, hogy már náluk is a suliba ki van írva, hogy 15. Akkor már lehet, akkor már 50 is. Hogy náluk is a suliba mindenhol ki van plakátolva, hogy mossa el kezed, meg fertőtlenítsd le a kezed, meg mit tudom én, és hogy szerinte ez azért egy kicsit túlzás már.
És így rájöttem, hogy oké, hogy mi, akik folyamatosan az interneten lógunk, meg folyamatosan tájékozódunk, meg minden, mi úgy érezzük, hogy a csapból is ez folyik, de gyakorlatilag lehet, hogy egy olyan fiatal, vagy idős, vagy egyetlen ember, aki alapvetően nem jár folyamatosan az interneten. Na. Annak meg lehet, hogy fogalma sincs arról, hogy valójában mennyire komoly a helyzet. Szóval ez nagyon nehéz. Én is szeretném, hogyha kevesebbet folyna ez egyébként a csapból. Örülnék neki. Egyáltalán nem aggódom, csak van egy nagyon bolond macskám. Csak mások miatt aggódom igazából. Meg hát amiatt, hogy ennek az egésznek a fontossága nem az, hogy ne kapjuk el, mert mondjuk én egy felnőtt egészséges szervezettel gyakorlatilag könnyebben megúszom, mint egy influenzát. Viszont, szóval amiatt nem aggódok, hogy jaj, mi van, hogyha én elkapom, viszont mondjuk nem kéne elkapnom és átadni másnak egyrészt, másrészt meg, aki viszont nehezen vészeli át, az lehet, hogy sokkal-sokkal nehezebben. És hogy emiatt meg tökre leterheljük, oh, I feel exhausted, tökre leterheljük az egészségügyet. És egy csomó ember, akinek meg esetleg komolyabb tünetei vannak, nem fogja megkapni a kellő ellátást, amiatt, mert miattunk, akik csak így rohangáltunk, mert nem féltünk a fertőzéstől, le vannak terhelve nagyon. Aj, léci, ne álljuljál még el, tudom. Aj. Tudom, hogy tudnék csinálni snacket, nem csinálok snacket, jó? Ez az! Ez az! Na most menjek aludni. Baby shark du 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 baby shark du 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 baby shark du 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 baby shark. Mami shark du 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 du. Jaj, szia Botocsi! Köszi szépen a követést! Itt kezdtünk, remélem jól fogod magad érezni. Csapból is koronavíz, vírus folyik, hogy mossa a kezet így. Oh, Watercam proficiency! Ho proficiency! I'm such a good ho! Scarecrow basic fertilizer. Jaj, de jó! Jaj, szia Sütis Kex, megtanultad a verset? Küld el Twitteren például. Jaj, szia Bence Fekete, te már ideje itt vagy, de köszi, hogy most be is követtél. Ja, hát azért elég komoly a helyzet. De szerintem azt nem értik az emberek, hogy miért komoly ez a helyzet. Mert nem azért komoly ez a helyzet, mert hogy mind meg fogunk halni. Meg hogy ilyenkor fontos lenne, hogy emberek betartsanak alapvető dolgokat, amikre megkéri őket az állam, meg a kormány, meg a mindenki. Tehát, hogy például az, hogy olyan, akiknek karanténba kéne lenniük, nem Magyarországról beszélek, az, hogy nem tartják be a szabályokat, az, hogy emberek, bárkiről beszélünk, aki azt mondja, hogy jaj, ez csak tök nagy hiszti, ő ugyan nem fog kezet mosni. Na, az ilyenekkel van baj.
Az ilyenekkel van a baj. Egymás miatt kéne egy picit jobban odafigyelnünk, és nem azért, mert úristené, holnap meghalok a koronavírusban. Az is lehet, hogy éppen most koronavírusos vagyok, basszus. Fáj a fejem, kicsit fáradtabb vagyok, mint általában. Kaparászik a torkom. Tehát, na mindegy. Tényleg a csapból is ez folyik. És akkor hogyan mossunk kezet? A lényeg, hogy akármennyire is idegesítő, meg minden, azért mindenki csak igyekezzen betartani a szabályokat, és akkor nem lehet nagyobb, nagyon sokkal nagyobb baj, mint amekkora akkor lehetne, hogyha nem, hogyha az emberek szalnának bele, vagy értitek. Tessék, te is akkor ide is egy ilyet kapsz. Ez a macska. Ajaj. Bocsi, csupa nagybetű volt. Bocsi. Akkor mondtad, hogy haj. Beírták az osztály csoportba, hogy haj. A haj három betűből. Jaj. Jaj. Illuminati. Aki látott az új vírussal fertőzött embert, akkor az a koronatanú. Igazából a lényeg jelen pillanatban az lenne, hogy persze csomó rossz dolgot hallunk most épp, mindig erről beszélnek, meg kell nyugodni, azt kell csinálni szépen, amit mondanak, nem kell magunkat és ezáltal másokat is veszélyeztetett helyzetbe sodorni. Szerintem ennyi igazából. Nem kell elmenni bulikázni most. Nagyon sajnálom, hogy lemondtak koncerteket, de hát ez van. Majd 10 év múlva mesélhetjük mindenkinek, hogy emlékeztek a 2020-as koronajárványra? Na mi túléltük a vesztek zárat akkor. Scarecrow-t hogyan tudok kraftolni? 50 wood, 1 coal, 20 fiber, az van. Jaj! Sütiskeks, hidratálás! Ti is hidratáljatok, vízzel hidratáljatok. Szia Vincek, szia, hogy vagy? Jaj, Nusi, te is itt vagy, olyan csendben voltál. Figyú, elég lesz, ez az utolsó korty hidratálásom. És ilyenkor nektek is kéne hidratálni, jó? Légy szíves. Igen, Scarecrow-t csinálunk. Meg kol kell hozzá? Yes! Gyere! Ide leraklak, kicsi szívem, nem ide, hanem ide. Puty! Vincek, nyertél Apexben, király vagy! Ja, hogy egyre több eseményt lemondanak. Nyilván a biztonság miatt, amiatt, hogy valamennyire korlátozzák a vírusnak a terjedési lehetőségét. Szóval sajnos ez ezzel jár. Nyilván én könnyen mondom, mert hogy nekem nincsen... Nyilván van olyan programom, ami így elmarad, emiatt is kicsit szomorú vagyok. Szóval nyilván az szar. De... De hogy ezt meg ilyenkor be kell vállalni a világ érdekébe. Persze, valószínűleg tökre ki lennék, hogyha, nem tudom, nekem is James Blunt jegyem lenne.
és ez elmaradna, akkor persze, hogy tökre ki lennék. Weisstartal! Szia! Nagyon szépen köszönöm a követést, örülök, hogy itt vagy velünk, és remélem, hogy élvezni fogod a streameket. Rip plate. Aj, Santana, hát arra nem ész, de Santana már előbb lemondta az egész európai turnéját még már korábban, mint hogy ma bejelentették volna, hogy nálunk nem tartják meg. Egy donétért hidratálnál a pezsgőből? Nusi, eddig megetettem a cicáimat, megágyaztam és olvastam egy kis Captain Marvel-t. Hol tartasz a Captain Marvel-ben? Hol tartasz a Captain Marvel-ben? Tetszik? Szereted? Furnacecraft. Na, lemegyek, megnézem, hogy a kúpot mennyire árulja márni. Vagyis vasárnap simán lehet, hogy nyitva sincs, ugye? Ugye le fogok sétálni, és nyitva sincsen vasárnap. Captain Marvel. Igen. Valaki is Captain. Hello! Na, nem supply kell, nem... Jaj, nem is ide kell jönnöm a kúpér, hanem fel kell mennem a Robinékhoz. Ó, mondjuk itt most egy csomót tudnék bányászni. Itt nem vettem észre, hogy eddig itt ilyenekkel vagyunk tele. Ugye az kell azért, hogy szerezzem a... rézérceket. Mert az is az egyik küldim, ugye, hogy egy furnace-t építsek. Mondjuk ahhoz geodákat kéne találnom itt. Sokat, ezek meg valószínűleg csak kavicsok. Egy óra van, basszus, gyorsan felszadok, megnézem, hogy... Mert biztos, hogy sok kő kell a kúphoz egyébként. Nem lehet donéttel hidratálni a pezsgőből, iszogatom a pezsgőt, ahogy kedvem van. Ez nem bebasszós live. Alkoholt felelősséggel és élvezettel szabad csak fogyasztani, nem azért, mert emberek fizetnek neked érte. Donételhetsz azért, mert szereted, amit csinálok, és szeretnéd támogatni, és szeretnéd, hogy legyen egy új webkameránk. De azért nem donételhetsz, hogy igyak a pezsgőmből. Construct farm buildings! 4000 arany, 300 fa és 100 kő. Ez nem az a platform, hogy pénzért bármit megtesz a kamerán lévő néni. Pedig vannak ilyenek. Hú. Láttam olyan... Jaj, D-kocka! Nagyon szépen köszönöm az újabb, meghosszabbított előfizetésedet. Nagyon köszönöm, hogy már 2 hónapja itt vagy, és támogatsz engem. Szuper vagy! It is a sub day. Így van. Jaj, Nusi, nagyon tetszik, nagyon... Aj, nagyon szívesen a löketet hozzá. Ó, most ment ki, kerül az űrbe. Ah, remélem, nagyon-nagyon fogod élvezni. 0% ismét nyert a statisztika. Az mi? Mi a 0%? Jaj, közben valakitől kaptam egy hidratálást. Ja igen, de elfogyott a vízem, és akkor nagyon gyorsan pisilnem kell majd menni, úgyhogy bocsi, de most nem lesz megint hidratálás. Ó, hogy tetszik a D&D? Oké, jegyezzétek meg nekem, hogy 4000 pénz, 300 fa, 100 kő. Mondjuk azt talán már meg is van. Nagyon-nagyon tetszik a D&D. Én korábban soha nem szerepjátékoztam. Fát tudok neked adni ajándékba? Ah. It doesn't really do much.
But at least I can pick this. Soha... A YouTube elkezdte ajánlott tartalmaként feldolgozni az 5-6 évvel ezelőtti videóidat. Mi? Mi? Szia, kocka, hogy vagy? Hogy vagy? Szóval én korábban soha nem szerepjátékoztam, és tök érdekes, hogy egyébként a testvérem igen. És nálunk, miután... hát én a gyerekkoromnak a 90%-át egy lakásba éltem le, de kb. Pont mikor lediplomáztam, akkor... lediplomáztam? A érettségim... Szóval egy évvel érettségi előtt elköltöztünk viszont egy családi házba. És oda az öcsém már tudta hívni a haverjait, és volt, hogy tartottak ilyen D&D estet. És akkor átjöttek a haverjai, és hogy ők konkrétan élőben így D&D-ztek, meg minden, és soha nem érdekelt, mondom, mi, és akkor így, és akkor csak így beszélgettek, és akkor ennek mi értelme van, és tütrütrű. Úgyhogy soha nem vonzott. És amikor így Dave mondta, hogy akkor toljuk ezt a D&D-t, meg legyen ez, akkor én így úgy vettem, hogy ezért biztos. És aztán nem is, csak így... Csak valamit mondott, hogy nekem biztos nagyon fog tetszni, vagy valami. Én meg úgy váltam el, hogy jó, hát társas játékokban se hibázott nagyon a Edding, nekem még az is tetszett, ami szerintem nem fog tetszeni. Úgyhogy így belementem, és hát nyilván, amikor kiderült, hogy nem csak, hogy lehetek boszorkány, bocsánat, varázslónő. Tudok csinálni ilyet. Miből tudom csinálni snacket? Ja, pinecone... Maple seedem nincs. Franc. Szóval, hogy tudok... Szia, Peppili Main! Nagyon szépen köszönöm a követést. Üdv itt köztünk, remélem, hogy jól fogod magad érezni a streamek közben. Tehát, amikor kiderült ténylegesen, hogy... tudok varázsolni, és lehet macskám, akkor én így úgy voltam vele, hogy jó lesz. Nekem így oké lesz ez a játék. Úgyhogy kb. Ez volt így a sztori, és őszintén az első alkalom óta én elképesztően szeretem, és nagyon-nagyon gyorsan bele tudtam magam élni ebbe az egész szerepjátszós részébe is. Most, hogy így... mi? My body blood. Survival burger. Az öcsémék úgy tolták, hogy jöttek át a srácok így hétvégén, és ott is aludtak, és konkrétan ilyen hajnali 4-ig tolták, meg ilyenek. Szóval nagyon-nagyon-nagyon-nagyon durva. Queen of Sauce, ez az, taníts, stir fry. Egy jó stir fry, de jó lesne. Jaj. Oh, nice little house. Hát Robin, nagyon cuki vagy. De még messze vagyunk attól, hogy te egy kicsönt csinálj nekünk. Mit? Mit? Mi kell hozzá, hogy kraftoljak még egy szerencsétlen scarecrow-t? Wood coal fiber. Wood fiber. Jaj, nincs ki, kell szerepjátékoznod, Nusi. Hogyha
Discordon szoktak játszani, hogyha a Patreonja vagy Viktornak, vagy Dave-nek, akkor kapsz hozzáférést a Discordjukhoz, és ott vannak kifejezetten ilyen D&D csapatok, akik online D&D-znek. Szóval az elején kicsit így, amikor Hunterrel először beszélgettem, hogy milyen lesz, ugye tartott nekem egy ilyen fejtágítást, mivel én voltam az egyetlen a csapatból, aki sose D&D-zett korábban, akkor hát így mondta, vagy kérdezte, hogy én hogy érzem ezt a szerepjáték részét a dolognak, mert hogy vagy mondhatjuk azt, hogy egyes szem harmadik személyben beszélek a karakteremről, hogy akkor most a Cat Lady azt csinálja, hogy XY, vagy hogy így tényleg így átélve is szerepjátékba. És én így mondtam, hogy hát hogy szokták. Mondta, hogy hát szerepjátékba szokták az emberek. Mondtam, akkor én is megpróbálom. Úgyhogy így első alkalommal így nagyon-nagyon jól szórakoztam, főleg amikor kiderült, hogy Dave-nek lett ez a orosz akcentusa, ez a Boris nevű karaktere. Úgyhogy akkor így láttam, hogy akkor ezt így el lehet engedni. Következő adásban, amikor Dave már ki volt sminkelve, akkor már úgy voltam vele, hogy ez az! És aztán a múltkorira már én is úgy mentem, hogy én is dobtam fel a nyaklánctól, meg a sminktől, meg a mindentől elkezdve mindent is, mondom, hogy így karakterbe vágjam magam. Nyilván akkor meg már senki nem volt kisminkelve, meg... De Dave nagyon jól hozza például az akcentusát, ezt nagyon-nagyon szeretem. Viktornak nagyon jó ilyen stílusa lett benne, tehát hogy ez, hogy ő ez a Glorious Battle Power Plant törp, az, hogy hihetetlen, hogy hozzá kapcsolódnak így a mémek. Szóval ez nagyon király, és nekem ez a roleplay része is nagyon-nagyon tetszik, meg nyilván egy magamhoz nagyon-nagyon közel álló karaktert játszok, tehát hogy elsőre nem is nagyon lehet szerintem másképp. Vagy hát valószínűleg nagyon nehéz. Na menjünk el a boltba! Jaj, itt egy dandelion. Hopp. Nem. Mi a neve? Nem Dandelion, hanem... De, Dandelion. Ja, ez meg a... Daffodil. Miért nem mondom mindig, hogy Dandelion? Ó... Jaj, jó, Bence, köszi! Kockai bád volt életed első karakter, és akkor már 13 éve zenéltél. Ja, ez nagyon király, ez nagyon király. The cheetah is faster than the lion. Állj a sarokba. És írj be magadnak egy piros pontot. Mennyire ismered, nézed az állarcos énekest? Valaki engem tippelt a fagyinak? Pff. Na mindjárt mondom az állarcos énekest. Oh, hi there. Oké, most el fogja mondani, hogy felújíthatjuk ezt a helyet. És nyilván fel fogjuk újítani. Vagy mi lenne, hogyha eladnánk a lelkünket a Jojo Mart-nak? Ezt mindig is ki akartam próbálni. Úgyhogy most ki is fogom, jó? Jó, tudom, hogy ez nagyon szomorú. Ez kicsit olyan most, mint
Olyan érzésem van, mint amikor a Pokémonban mindig megkérdezik, hogy nem akarsz-e csatlakozni a rakéta csapathoz, és így persze, hogy nem csatlakozok a rakéta csapathoz, de közben meg így mozog bennem, hogy mi történne, hogyha azt mondom, hogy igen. És sosem merem azt mondani, hogy igen, úgyhogy most viszont csatlakozni fogok a JoJo Mártosokhoz. Meglátjuk, hogy akkor mi történik itt ezzel a helyjel. Árjú, igen, nem, csak láttam ott valamit. Szóval én az Állarc és Énekesnek az első részét láttam, meg most a legutóbbit, mert most a hétvégén a szüleimnél voltam, mert ők elmentek egy hétvégére, és én vigyáztam a macskájukra, és akkor megnéztem élőben is, és így kis fán, kis cuki műsor. Amúgy magamtól nem nézném, csak azért nézem, mert benne van a Peti. Szóval mi a Dancsó Petivel tök jó barátság vagyunk, szoktunk is róla beszélgetni, és nyilván ezért nézem, mert hogy ő benne van. És ja. Ja. És nyilván szoktam mesélni, és szokott mesélni ilyen behind the scenes dolgokat, meg hogy ki milyen, meg szoktunk róla sokat beszélgetni, és ezért, hogyha lehetőségem van, így eddig az 5 adásból kétszer, akkor így megnéztem a műsort, mert érdekelt a gyakorlatban is, hogy hogyan sült el. De egyébként valószínűleg nem nézném, amúgy. És az meg, hogy valaki engem tippelt, hát az egész biztos, hogy nem vállalnék el ilyet. Nyilván soha nem is kérnének fel rá, de ha felkérnének, se vállalnám el. Na, menjünk, adjunk valamit a szülinapodra. Kapsz egy virágot, Louis, a szülinapodra. Szia. It's for your birthday! Most már jobban vagyunk? Nem. Azt hittem. Napi küldi. Akkor elmegyek horgászni. Na Pierre, mit akartam venni tőled? Szídet azt hiszem. Ugye? Csak 15-öt kellett vennem. Jaj, szia kocka! Köszi szépen, hogy benéztél. Meg köszi mindent. Legyen nagyon szép estéd. Ó, ja, igen. A szürke kis cica, ő anyukáméknak a cicája, és a fekete pedig BT, ő meg Obika. A szürke meg Jack. Pontosan, van itt a kivágja. Van itt a kivágja, a szitut rendesen. Jaj, de viszket az orrom. Na jó, akkor próbáljunk meg kifogni két olyan. Szia, Eliot! Tessék. Hát, not a huge fan of this, then. Ó, de viszket az orrom. Hogy állok a kutyákkal? Nagyon szeretem a kutyákat. Ennyi. Volt kutyám is. Egyszer. Mikor még gimis voltam, és anyukámikkal laktam, akkor volt kutyánk. Na, végül. Gyere! Mondom, ez a horgászás, ez egy annyira stresszes dolog ebben a játékban nekem valamiért. Ez az. Jaj, de viszketett végig az orrom. Ja, és mennyi szardiniát kaptam el. Vajon? Gyup.
Ah, de csikizett. A Small Mouth Best. Azt ugye az éve tudom kifogni. Ah, bocsánat, ki kell fújni az orrom. Hol van? Van itt zsepim? Star Wars Clone Wars-t láttad? Jaj, nem, nem láttam. A Clone Wars-t nem néztem. Vagyis, hogy az első... Azt hiszem, az első három évadot láttam. Utána viszont nem néztem tovább valamiért. Majd lehet, hogy majd egyszer folytatom, de most nem. Tudom, hogy most vannak amúgy a befejező részé, és tudom, hogy sokan tökre izgatottak miatta, meg minden. És azt mondják, hogy nagyon jó. Hát így fenn van a listámon, hogy majd valamikor így nézzem meg. Ó, és mi lenne, vajon... Nem, te nem kell lesz ide. Neked, drága barátom, ezt oda tudom-e adni ajándékba? Nagyszerű. Érdemes bepotolni, anélkül nem Star Wars a Star Wars. Befogom majd, de most éppen nem volt annyira egetrengetően aktuális, meg nem tudom. Jaj, de jó, még egy Sardinia, most már izét akarnék fogni, jó? Small Best. Vagy azt folyóba lehet fogni? Vagy csak még nagyon gyökér vagyok horgászásba? Vagy engedjem el ezt a napi küldi dolgot. Baby Yoda all the way. I will protect Baby Yoda with my life. Wow, hát te meg mi vagy? Hát te csúnya! Szia Peggy! Szia Peggy! Hogy vagy, Mizu? Nézd meg, mi is tárgyúvel ízünk. Hát nem bírtam ki tegnap azok után, hogy Viktor játszott, úgy voltam vele, hogy muszáj. De nyugi, engedélyt kértem tőle. Azt mondta, hogy streamelhetek én is ezt. Nemrég keltél fel, mit csináltál? Csak tóban tudok. A franc vigyei, meg azt hittem, hogy azt a izébe lehet. A tengerbe lehet. Ahaj! Na most már mindegy. Most már akkor hazamegyek, és még kicsit a farmomon dolgozok, és akkor utána majd holnap fogok elmenni a tóhoz, és ott horgászni. De köszi, köszi David, hogy szóltál, köszi. Szóval Peggy drága, mit csináltál, hogy eddig aludtál? Tessék, kapsz egy virágot. Na. Arrasz. Menj innen, hadd turkáljak nyugodtan a kukába. Aj, menj már innen. Aj, Máni, ne! Szia, most már. Tessék, virág! Nagyon-nagyon fáradt voltam egész nap. Hazaértem az ágyamhoz, és vége. Jaj, hát nekem is van ilyen, amikor egyszerűen kell egy délutáni szundi. Mondjuk azért, hogy most keltél fel, akkor nem mostanában fogsz lefeküdni, aludni, ahogy sejtem.
Na, igen, jól emlékeztem, hogy itt van, ahova ültethetek. Ja, de nem is ezeket kell ültetnem. Aj, hanem a... Ah, na most már mindegy, most már ide ültettem őket. Persze, meg ide is ültetek egyet. Ennyit a rendszerről. Viszlát, 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 viszlát. Mennyi kell? 300 fa és 100 kő, ugye? Ó, akkor most egyelőre a fára megyünk még rá. Mi? Ó, jaj, Csiki! Hát igen, az az igazság, hogy ha te akkor nem nézted a Mandalorian-t, és nem vágtad a Baby Yoda-t, akkor ez egy olyan dolog, ami így elég gyorsan eljut hozzád, és akkor, hogyha te ezt így nem nézted, de érdekelt volna, akkor sajnos az így szívás. Ez kicsit olyan, mintha valakinek most nem lehetne elmondani, hogy Iron Man meghal, érted? Nem a filmben, hanem egyszer mindenki meghal. Ups. Living off the land. Fences. Aha, akkor fences. Jó, hát majd akkor építek, amikor... Hát majd még nem most. Nem az a baj, spoiler lenne, hanem idegesítő. Hát... Érted? Más embereket érdekel, és ezért beszélnek róla, meg ezért van ott mindenhol, ha téged nem, hát akkor nem kell nézni. Nyilván vannak dolgok, amik engem is idegesítenek, például a Baby Shark. De aztán azt kellett mondanom, hogy megértem, hogy az egész világ éppen Baby Sharkra pörög. Szóval én is elkezdtem a Baby Sharkra pörögni. Baby shark, baby shark, baby shark, baby shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, mommy shark, daddy the shark. Így van ez a Baby Yoda-val is. Hál' Istennek nem tudom, mi az a Baby Shark. Hó, jó, most már ez így, most már... Nem kaptam még nagyobb izét. Nem. Nem kaptam még... Jaj, hát ez a krumpli, jaj, de jó, hogy a krumpli kész lett. Azt reméltem, hogy van most már egyel nagyobb izém. Baby shark, baby shark. Kannám, de nincs.
Ah, úgy érzem, a fél nap elment azzal, hogy meglocsoltam a dolgokat. Hova kell mennünk? Ja, tóhoz kell mennünk. Úristen, és mennyi energy lement tőle. Ah. Amazing horse, ilyen. Look at my horse is amazing. Jaj, ott egy madárka, fán. Persze, hogy jó az Amazing Horse, pont annyira, mint amennyire a Baby Shark. Look at my farm is amazing. Nem tudom tovább a szöveget egyébként. Yeah, mondd, hogy az. Yeah. Jaj, köszi ezt a tippet. Az Animal Crossing Pocket Camp miatt voltam totálisan meggyőződve Lóra, hogy a meggyőződve róla, hogy a besszeket a tengerbe lehet kifogni. Na. Na? Hello, dragon! Ez az. Ah, most meg... Na. Még egy best, adjál. Gyere. Ah, ez az! Ez az, kész a napi küldi! Mikor lesz Animal Crossing stream? Remélem, amint kijön az Animal Crossing. Igen, tartok tőle. Hova kell vinnem be a faluba, akkor erre megyek inkább. Tartok egy kicsit tőle, hogy... Ugye az egyik streamben nagyon szépen, nagyon-nagyon-nagyon enyhén elhintettük Bétnek, hogy a szülinapomra az Animal Crossingot kéne megvennie nekem. De az a nagy helyzet, hogy nem hiszem, hogy kibírnám addig. Tehát a szülinapom 28-án van, az Animal Crossing pedig 20-án jön ki. Az, hogy én ott egy hetet... Tessék! Jaj, nagyon örülök, hogy tetszik, Evelyn. Az, hogy én ott több mint egy hétig csak nézem, ahogy mások játszanak, az így valószínűleg no-go. Úgyhogy lehet, hogy meg kell vennem 20-án reggel. Ez az. Makes Harvey very happy. Nagyon örülök, hogy Harvey very happy lett. Fiú. Ja, hogy a Harvey-nak kell elvinnem? Ez Pierre. A Harvey a Doki. És nincs itt. Hol vagy, Harvey? Bakker. Ott van. Na, hagyjál, Vincent! Tessék! Na, várjál, most mi van? Ó, jó, hogy ez már másik, hogy most már herring kell neki! De akkor most a best nem adtuk le? Ha. Nem figyeltem elég, hogy mi történt.
Mi az, hogy nyilván tudok rávárni, nem arról van szó, hogy nem tudok rávárni. Persze, hogy tudok rávárni, de hogy hála égnek vagyok abban a szerencsés helyzetben, hogyha nem akarok rávárni, akkor megvehetem. És nyilván, mivel streamelni is szeretnék belőle, nem akarom én, szóval az egy olyan játék, amivel nagyon, nagyon szeretnék az elsők között játszani. Nagyon szeretnék minél hamarabb játszani vele, mert nagyon-nagyon régóta várom. Persze, hogy kibírnám, azt is kibírnám, hogyha soha nem játszhatnék vele. Nem ez volt a kérdés. Akkor megváltoztatom, és azt mondom inkább, hogy nem biztos. Nem azt mondom, hogy nem bírnám ki, mert nyilván kibírnám. Lehet, hogy nem akarok várni egy hetet, mire játszhatok vele, hanem már a megjelenéskor játszani akarok vele. Bármit ki lehet bírni, nem ez a kérdés ebben a szituban. Igen, értem, hogy te meg 2 évet vártál a Sims 4-re, én is vannak játékok, amikre nagyon sokat vártam. Kibírnád, de nem akarod kibírni. Ott van a journalben. Willinek kell vinnem, jaj, de nagyon igazad van. Jaj, Dávid, köszi. My hero. Szia, Sotuska Resz. Első éve vagyunk, most kezdtük ezt a mapet. És forest mapen vagyunk, ami azt jelenti, hogy van egy csomó ilyen erdős részecske a farmon, úgyhogy nyilván sokkal kevesebb egybefüggőt tudunk ültetni, viszont vannak ilyen nagy trisztompok, meg vannak bokrók, ahonnan majd lehet harvestelni, szóval úgy döntöttem, hogy ezt a mapet fogjuk játszani. Na, Vili. Remélem, itt vagy, Vili. Szia. Ó, Baxi online. Ez az, meg is kaptam, ugye, érte. A 100 aranyat, szupi. Következő pedig a hering. A heringet viszont biztos, hogy itt tudjuk csak elkapni. A hering az sósvízi hal. Ugye? Ugye? Ó, nem kell segíteni, köszönöm szépen. Én már 160 órát játszottam ezzel a játékkal. Csak akkor kell segíteni, ha valami ordas nagy hülyeséget csinálok, mert elfelejtettem például azt, hogy a journalbe tudom megnézni, hogy kinél tudom leadni a küldit. Már elég sokat játszottam vele. Anchovy. Igen, mondjuk abban segíthetsz, hogyha a heringet itt kell le. Én úgy gondolom, hogy a heringet azt tengervízbe kell horgászni. Oh, I started to feel exhausted. Szemüveg, szupi. Na, még ezt kifogjuk, aztán hazamegyek, mert hogyha viszont most már fáradt vagyok, akkor sokkal lassabban közlekedek, és mondjuk időben haza kéne érni. Ah, ez az. Megint egy flandert kaptam el. A hering az biztos, hogy tengeri. Na, mondjátok, hogy nem. Nem tudom, ki mit írt, de... De igen, csak Switch-en játszok. Mi az a... Ja, Life is Strange. Ó, igen, hát azzal nem tudok sajnos játszani. 200 órán több, kb. 5-6 évig jutottam el. Szép. Egy idő után ugye semmi másról nem szól ez a játék, mint hogy optimalizáld a
gyártósoraidat kvázi, és akkor a lehető legnagyobb a lehető legnagyobb cuccokat is kifarmolt belőle, mint a teleportok, meg ilyesmi. Amit nem sikerült soha megcsinálnom, az a Skull Cave-nek a 100. szintjére lejutni. Egyszerűen időben sose sikerült, és már annyit stresszeltem tőle, hogy valahogy akkor volt, hogy más dolgokon kezdtem el dolgozni a játékban, és aztán utána, meg egy idő után így abba is hagytam, mert nem volt hozzá kedvem. Mennyibe kerül a játék? Ez a Stardew Valley? Azt hiszem 15 euró, vagy valami ilyesmi. Még mindig nagyon viszket az orr. Szerintem 15 euró. Oda tesse. Vannak emberek, akik igen, és egy csomó tippet adtak annó Twitteren. Többek között talán Tomi is. Hogy állítólag sok létrát kell vinni, meg ilyenek. Lépcsőt, meg ilyesmi. De aztán nem tudtam megcsinálni, vagy hogy túl stresszes volt, hogy megpróbáljam ténylegesen megcsinálni, és ez a játék meg egyáltalán nem a stresszről szól. Krumpliból kellett volna többet ültetnem. Nem? Ó, 2000 pénzem van. Akkor tudnék venni ízét. Viszont látok... Nem. Tudjátok, mi lesz? Az lesz, hogy most veszek egy rakás magot. És aztán holnap pedig remélhetőleg megveszem a hátizsákot, hogyha elég összegyűlik a ma eladott zöldségekből, gyümölcsökből. Zöldségekből gyümölcsöm még nincs. Jaj, de viszket az orrom. Egyszerűbb lesz, mert van a sivatagban is teleport az új update óta? Na, mert hogy az még nekem nem volt. És ugye igen, amiatt volt nagyon szívás. Mert hogy egyáltalán mire 11-kor elindult a busz és átmentél, akkor egyszerűen nem volt hozzá elég idő. De azért, hogyha reggel 7-kor át tudsz teleportálni, az rohadt nagy segítség hozzá. Jaj, szia Nusi, jó éjszakát! Köszi szépen, hogy itt voltál! Cauliflower-t... Ó, pont most adtam el! Igen, nem kell már az iszákos buszsofőrre várni. Na igen, igen. Hát az akkor ad neked plusz 3 órát legalább. Ó, ja, hogy 9-kor nyit. Aha. Úgyhogy ez elég jó. Tényleg itt még nem ismerkedtem meg a Grumpy Old Man-nel. Hát, most már ez is megtörtént. Szia, hogy vagy? Szia! Szia! Jaj, szia Maru! Na. Hát még ezt is vehetek. Viszont nagy részt potétót akarok venni. Ó, 25-öt tudtam csak. Akkor annyira mégse voltam gazdag, mint gondoltam. Fiú, mikor fogják hozni a cicámat? Azt mondtátok, hogy 1000 pénz, nem? Ki mondta?
krumpli nagy kereskedelem. Holnap hozza Márni a cicámat? Ú, a 10. napon? Jó, köszi. Köszi. Krumpli nagy kereskedelem. Ó, ebből mennyi sok finom sült krumpli lehetne. Aj, de rohadtul nem akartam oda lerakni. Most már mindegy. Szerdánként és péntekenként hozhatja. Akkor hozza a cicámat? Alig várom. Jaj, mert nagyon kis van, már 9 óra van. Úgyhogy lassan be fogjuk fejezni itt ezt a dolgot. Nagyon jó, még maradt egy csomó energink igazából, úgyhogy továbbra is fát fogok vágni, hogy először is összegyűjjön a megfelelő mennyiségű fa. Ó, mehettem volna pedig heringet vadászni, de most már mindegy. Hogy összegyűjjön a megfelelő mennyiségű fa, aztán meg a megfelelő mennyiségű kő ahhoz, hogy tudjunk majd építeni egy csirkeólat. Szerdánként és péntekenként, igen, mert akkor streamelsz. Jaj, rád. Aj. Oké. Nice. Na lássuk, elültetjük még ezt a maradék 4 darab kis szart, amit itt összegyűjtöttünk közben. Na de Viki, hogyan hívod azokat az értékes magokat? Mi? A szaros magokra gondolsz? Azt szoktam mondani? Ugye? A szavajárásom eléggé. Ők is ugyanolyanok, mint a többi mag. Ó, hogy leesett egy toboz? Persze, hogy kezdek kifáradni, de attól még... attól még sikerült, szuper. Ezt a mozgást figyeljétek, ezt a sebességet! Csak úgy hasít! Ó, értem már ezt a csodálatos gombot. Sőt, ugye elvihetem majd a geodáimat, bár kettőt felesleges szinte elvinnem. Úgyhogy inkább majd máskor viszem el a geodáimat. Még most nem.
Majd, hogyha több lesz. Jaj, de lassan megyek. Jaj, de lassan megyek. Yes, go to sleep for the night. Nem szaros, hanem trágyászott. Oh, first on this chat. Sziasztok, srácok. Ti vagytok mind a first-ök, cukikáim. Amúgy is pénzbe kerül. Ja, tényleg pénzbe kerül. És most akkor van 1951-em? Várj, akkor az azt jelenti, hogy van pénzem hátizsákra? Vagy pont nincs. Vagy pont nincs. Ez a két lehetőség volt. The Queen of Souls rerun, tök mindegy. Megnézzük újra, biztos, ami biztos. Yes. Mindennek van határa. Jó? Nem adunk csak ilyen random neveket egy macskának. Sansa! You be a good kitty now, okay? You heard me, good kitty. Yeah, megvan a cicánk! Hol a cicánk? Be is ment lefeküdni. Itt a cicánk. Miau, azt mondta, hogy miau. Azt mondta, hogy... Nem, nem mauzol nekem, egy nap csak egyszer simogathatlak. Jaj, de végre, jaj, de cuki cicánk van. Gazdagok vagyunk. 2000 a hátizsák, mi? Igen, úgyhogy el is fogok menni. Ja, igen, hátizsákra gyűjtök, utána törünk majd Geodát. Sansa dislike this. Kérlek. Viszont kedves First, meg Koronás, meg mindenki más emberek. Jaj, Antonella, nekem is mennem kell. De köszi szépen, hogy egész végig itt voltál, nagyon cuki vagy, meg Kirstie, meg Dávid, meg Márk, meg tanultam, hogy nem hajnal, meg mindenki. Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem eddig, és néztétek a kis Stardew Valley-t. Úgyhogy a kérdés az, hogy kit fogunk rédelni? Meg is van macska, ennyi volt a játék. Hát figyelj, hogyha macskára vágyom. Csak oda nézek oldalra. Na, kit rédeljünk? Hát... Imit fogjuk rédelni, jó? Senkit nem érdekel Viktor és Dave kodozása, és igazából Iminek a lolozása sem, de... Inkább Imihez küldjük az embereket, ott kevesebben vannak. Úgyhogy mindjárt indítunk egy rédet, jó? Jaj, hogy is van pontosan Iminek a kis alulvonás? Imi. Így. Siker! Megyünk is rédelni Imihez, úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem ma. És remélem, hogy élveztétek ezt a streamet. Szia Peggy, sziasztok mindenkik, sziasztok. És hát legyen szép estétek, és akkor, hogyha más nem, akkor pénteken délután találkozunk, de valószínűleg holnap délelőtt a Pod of the Morningban is. Úgyhogy aludjatok jól, megnézzetek egy kis imit, sziasztok. Mármint, hogy sziasztok.